Glicerines végbélben gazdag, jó estét kívánok! érzed -e már a kúpot, Charlie? Sziasztok! <laughs> azt hittem azt mondta, hogy érzed -e már a kúpot szagát? <laughs> Semmi frappás nem jött eszembe, sziasztok. <tos> <tos> Jaj. Úgy költsz mint Demjén Tibor. Igen, mert... Hú, tényleg, mert gyerekek. Nagyon közelről lehet... Észrevettétek, hogy milyen ö, cigarettásan karcos a hangja? Az enyém? Nem, a Tibi. Ja, nem. Tibi Hát lehet, hogy süttyomba a tíz elpippant <coughs> egy-két szállat az alak sorban. Én, én, úgy tudom, hogy nem dohányzok, de ez azért igazi költőigasság szolgáltatás lenne, hogyha itt a nagy hadd, el, hadd végére. <laughs> Az dohányos sem Azért tipik. Ilyen, lesi, ilyen lesi lesi fotók készülnének, tudod, miközben. És nizné. aztán itt napszemüvegben, sapkában áll a trafikban, és megpróbálja megvenni élete első ecigéjét, -e, csak nehogy valaki fölismerje. <laughs> és csak annyit mond, ez csak próbavásárlás, csak próbavásárlás. Csak viccelek, csak viccelek. Igen, ez nem mert... komoly. Igen, mert mondtam, mondta Mújó, napközben beszéltünk, és nem ki is írom, mondom, Mújó fölvitte a vérnyomását. Nem vittem föl! Gyorsan írt egy cikket, majd még azután ma még kettőt, úgyhogy Meg, ennyire igen. nem vitte föl csak a vérnyomását. Ez teljesen rosszul látott, tényleg nem vitte föl a vérnyomásomat, pusztán megihletett. Ez, történelmi pillanatokban. Ez pillanatok, tudod milyen, úgyhogy... Mújó, és és szeretném, hogyha azt mondanád, hogy igen, láttam a legutolsó Uh, Silicon Valley epizódot. Hazudnék, ha ezt mondanám. A kurva életbe, annyira ugyanez, hallod? Ott vannak a. és ez kis, kis spoiler, ott vannak a termékbevezetés előtt fél másodperccel, és nem akarják támogatni a, a, a döntésben. És aztán fölhívja, te nézed a sorozatot? Nem, hát. Appicsába, mindegy, fölhívja Gavin Belzon, hogy. Hogy nézzék csak rá a weboldalamra. Ott egy reklám. Ö, ö, át lehet ugrani négy másodperc múlva. Nem, ez az a reklám, amit meg végig kell várni. A kurva élet, na mindegy. Ha vége lesz a reklámnak, azt fogod látni, hogy nézze csak, és akkor ott ö, kiírja, hogy felvásárolta azt a céget, ami ugyanazt a technológiát <hazit> használja, mint ők, a startup, 250 millió dollárért. És letették a telefont, és a Gavin Belson kurvára meg van magával elégedve, és a a srác, aki folyamatosan szívja a füvet, elkezd röhögni, majd megfullad a, a, a spanglitól, és akkor nem érti a csaj, hogy mi van, és mondja, hogy hát épp most árazott be minket. Mert hogy ugye ugyanazt a céget ugyanolyan <hül> profillal megvette 250 milliárd, és az a termék, ezáltal amit ők árulnak, és jobb és gyorsabb, hát az konkrétan 250 millió minimum akkor. <hül> Úgyhogy hát elszpoilerezhetünk annyit, hogy, hogy a jó demjén nagyon rosszakat mondott, és, és kurvára nem a saját malmára hajtotta a vizet. De... Úgy is mondhatnánk, Krisztián múzsája lett. Homlokon csókolt téged. Bármi Tibi. bizarrul is hangzik, igen. Igen, igen de természetesen előtte, hogy, hogy fenntartsuk az érdeklődést és ezeket a prominens témákat az adás vége felé orientáljuk, hogy itt, ha itt maradjanak a hallgatók, beszéljünk először arról, hogy mi történt veletek a héten. Hú, ezt most kezdjem, jó. <kül> jó, mert nekem most már vannak ilyen stabil kapaszkodóim a, a, a hetek forgatagában. Mi Micsoda? Fogorvos természetesen lehalkítottalak benneteket, hogy nehogy belehallatszódjon a fülesből, de lehet, hogy egy kicsit túlzásba vittem ezt a dolgot. És, és fogorvos, jelentem, kipipáltuk az utolsó örlőfogamat is, úgyhogy az összes örlőfogam rendbe lett téve, úgyhogy jövő héttől jön a kirakat, a metsző és aztán hát most már aztán már tényleg abszolút -e látszik az egész dolog vége. Is, fú, elképesztően jó dolgok történtek a pofámban, de ezzel azért nem mutatnék senkit sem. Leginkább ezek történtek velem. És aztán, amíg Fifika mesél, hogy velem történt, addig még eszembe jut néhány dolog. Jó van, akkor mesélek addig még én. még mindig nem sikerült, és most fölkúrtam ma az agyam, mert megnéztem, hogy mikor lett megrendelve az a kamera, amit nagyon el akarok vinni a, a Bécsi Vépsóra, és 22-én lesz egy hónapja, hogy megrendeltem, tehát nagyon itt lenne most már az ideje, és még mindig nem jött meg. Ö, hazahoztam Csabi barátomat csak a repülőtérről, és aztán mivel nem hallgatja Nóri, és ezért nem lövöm le neki a meglepetést, ugye az lesz a... Ja igen, múlt héten volt a 11. házassági évfordulónk, Ó, gratulálok. Á, is gratulálunk a feleséget. Nem neked, Charlie. <gül> <Igen>. <gül> tudtam, hogy megmar. Tudtam. És úgy döntöttem, hogy akkor, mivel van közös ismerős, hát közös ismerősünk a Serényi Zsolt, aki egyébként tetovált sévként ismeretes itthon, ha kinéz mondjuk Paprika tévét, vagy valami hasonló főzőműsort, na és megjelent az új szakácskönyve Barbecue-val, anyám kinyával, na mondom, megveszem a könyvet, dedikálva valami kis idézettel parád és ajándék lesz, úgyhogy ma megrendeltem a, a, a szakácskönyvet is. Zsírság, a fogorvos nekem most kimaradt, de nem múlt el az a fájdalom, amiről beszéltem múltkor, úgyhogy valamit állítólag még rákennek, bár ez nem tudom, hogy ez hogy fogott bármit is csinálni, és akkor utána, utána meglátogatom ezt a másik rendelőintézetet, mert hogy ami egyébként 80 lenne fogfehérítés itt, az ott ugyanaz a technológia akciósan most 70 helyett 24, nem mindegy azért. Úgyhogy oda megyek majd utána, aztán meglátjuk, hogy az mit eredményez meg, hát a, amit már beszéltem régóta, azok vannak még nekem is. Úgyhogy kb. kb. ennyit. Ja, meg a van, Ide valami fanfár kéne. <kül> Nagyon meguntam már tegnap, hogy még mindig ezzel a merev szarral kell dolgozni, úgyhogy fölhívtam őket, megmondtam, hogy akkor most megyek, alternatívákat kérek. Első alternatíva volt a, a 75 plusz 12 ezer forintos kar, ugye becserélik ezt a koteli árba, az már majdnem jó volt, aztán elővette egy uh, Proudly Made in USA uh, gondolhatjátok mennyibe került, a 140 ezer, akkor ezt is kilőjük, akkor még elémrakott két ugyanilyen ródot, mint ami, ami idáig volt, és abból a második, tehát tulajdonképp az ötödik mikrofon ö, állvány ugyanabból a szériából az, ami végül is jó volt, és nem nyikorog, nem esik le, megtartja azt a majdnem másfél kilót itt a, a végén, úgyhogy hála jó Istennek ez a projekt is letudva, úgyhogy újra, újra a karos mikrofon állvány... Ö, Pislog az asztalon szembe rám, és uh, ennyi. No, és Fifika? Fú, hát uh, velem retold, hogy mindig rettentő sok uh, dolog történik. <kül> Nem is tudom, hol kezdjem. Amikor a legnagyobb öröm az, hogy hazajött a lányom egy hétre, Domból, és uh, ilyen családi programnak beterveztem egy ilyen bombaszoba látogatást. Rákattantál ami, a szabaduló szobákra? Szabaduló szoba, rákattantam. Elmentünk egy, tehát az volt az alaphelyzet, hogy, hogy leesik egy, egy, nem, nem leesik, dzsungel, de nem tudom, hogy... hogy leesik egy dzsungel. Kettő, hogy jön össze? A lényeg az, hogy dzsungel, ott van egy autó, amiben már főrobbant a sofőr, de a pokolgép még mindig benne van. És az ott ketyeg. 60 perced van arra, hogy hatástalanítsad. És akkor ez egy olyan pince volt, hogy egy ilyen Citroen C4 rút kiskacsa volt benne, és ott, ott ki kellett nyitni a kocsit, össze kellett szedni a, ennek a főrobbant embernek a végtagjait, meg kellett találni a csípőfogót, amivel elvágod a vezetéket, egy vezetéket kell elvágni, ami a jó. és egy csomó feladat, és tényleg eszméletlen jó <svízel> volt. És így 5 perc, nem tudom én, 6 másodperccel a vége előtt <kül> vágtuk el a, a jó vezetéket, és még akkor is volt benne egy csavar, hogy, hogy hogyan tudunk kijönni, és uh, kijöttünk. Tehát uh, hatástalanítottuk a bombát, kijöttünk, csináltunk egy selfit, marha jó érezte magát a, az egész uh, család, és uh, tudod, ez egy, tehát én, nekem ebbe, <coughs> ebbe, a dologba azt tetszik leginkább, hogy amikor kijössz, akkor kezdesz el pörögni <laughs> ezeken a feladatokon, hogy hú, basszus, és akkor ez. Izé, és, és az milyen jó volt, hogy í, í, és matematikai műveleteket kellett végezni a városnevekkel, és hú, és ha, és <coughs> tényleg nekem nagyon bejön, tehát szerintem jobb, mint egy mozi. Ugye négyünknek volt mindez 8000 forint, tehát hogyha négyen elmentünk volna egy moziba, rákcsaropi ez az amaz, szerintem bőven fölötte lettünk volna ennek a 8000 forintnak, viszont a, a, az emlékek azok még most is benned vannak, nyilván, meg átéled ezt az egész sztorit, ami ott történt. <kül> szóval nagyon-nagyon uh, uh, klassz volt. Aztán uh, a héten már volt olyan, hogy kikapcsoltam a telefonom. Tehát... Uh, Hihetetlen, én vagyok a legjobban megdöbbenve egyébként, hogy vagy hatástalan volt az elmúlt két év, amit, amit azzal töltöttünk el, hogy a, a TPD közelettéről beszéljünk, kommunikáljunk, petíciót írjunk, Krisztián nemzetközi megmozdulást indítson, stb. stb., és hogy már tényleg már, már az ember kívülről tudja, hogy mi lesz, és még mindig hívogatnak emberek, hogy, és akkor mi lesz 20 -a után? Hát az meg 21 -e. Ezt akarnád mondani? <kül> Tehát, hogy, hogy ez, ez az elképesztő, ö, nem is tudom min minek. Tehát az érdektelenségből, tudod, ez a, a Haldokló az utolsó példa, most tényleg meg fogok halni. Hát tényleg mozdulj, nem vicceltünk, tényleg ez lesz. Uh, szóval, és, és jönnek, 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 jönnek. Elképesztő a tudatlanság egyébként. És most elnézést kérek azoktól a kereskedőktől, akikről nem beszélek. De hogy egy csomó kereskedő aki. Egyébként szeretne bekerülni a trafikokba, vagy, vagy szeretné tovább vinni a, a kereskedést, mint nagy kereskedő hogy köszönő viszonyban nincsen a, a törvény szabályozás betűivel, vagy, vagy, annak az alkalmazásával, vagy hogy most mihez kezdjen. Tehát, hogy így, így állnak, és most nem mondja meg senki se, hogy mit csináljon, és hogy hova vigye a likvidjét bevizsgálni, meg hogy, hogy van valami laboratórium Magyarországon, ahol ezt neki megcsinálják, meg, meg szóval valami hihetetlen és hogy a Lengyel-Likviden-Lengyel címke lesz. Hát én azt honnan tudjam, édesapám? Hát olyan címke lesz, amilyet kérsz rá. Hát de még nek kell rajta lenni. Hát mondom, elolvasd a törvényt, azt rájössz, hogy minek kell rajta lenni. Félelmetes. Tehát én komolyan mondom, a Magyarország átlagíkuját eddig magasabbra tettem, de nyilván ebből valószínűleg vissza kell venni. Ez, ez, az egyik tapasztalatom így ezzel a, a, a pánik hangulattal, ami ö, kialakult. A másik meg a, az, az hogy, hogy, tényleg emberek még mindig a siút galambot várják. Mondja meg az Egyesület, hogy neki milyen címkét kell rakni a likvidre vagy a készülék. Semmi közünk Mi hozzá. Hát az Egyesületnek? Nézd át a jogszabályt, édesapa. Hát nem, nem, nem fogok. Na, egyszerűen téboly. Ami, ami itt van, komolyan. És az egyébként hivatalos megkeresés is ö, jött, nem egy, nem kettő az Egyesülethez, mondjak labort, adjak tippet, nem tudom, hát nem fogok, hát én nem, nem vagyok a törvényhozás, én mondok valamit, és te úgy csinálod, akkor utána én leszek a hibás, hogy te úgy csináltad. Nem, tehát ilyen játékokban nem, nem megyünk bele. <kül> Úgyhogy tragédia van. Én ne várja, lesz. Tragédia lesz, lesz. Bocsánat. Tragédia lesz, én ezt, ezt látom. És hát majd meglátjuk, hogy a trafik rendszer hogyan fog működni. Annyit tudok egyébként, hogy minden trafik, amelyik e-cigarettát fog tartani, ezt jelölni fogja a portálon. Tehát nem azt, hogy kiknek, kinek a termékét, mert az már reklám. De hogy e-cigaretta kapható, azt minden trafik meg fogja jeleníteni, ahol, ahol kapható uhl, lesz. fogják tartani a, az eszközöket. Na, ennyi. A szabaduló <coughs> visszatérve az másoknak, akik még esetleg nem voltak, én a csapatépítős példáimat tudom mindig fölhozni, hogy akkor jók ezek, mikor szűz élményként jönnek. Tehát mikor már te egy, egy adott témát még egyszer lejátszol, akkor nem ugyanaz, mert tudod, hogy most mi jön, hogy most mit kell körülbelül ö, számolni, hogy kell ennek jönni, milyen lépés, hol kell mit keresni, az már nem ugyanaz. Tehát akkor valami más témát kell keresni, hogy jöjjenek az új impulzusok. Na de... Ez szerencsére sokfajta ilyen szoba van. Igen. Az elég nagy hülyeség lenne. Igen. Na, de Tehát, hát tód, az egyébként után, az, az, fi -fi az jó, gondolt. amit a Charlie mond, hogy, hogy tudod, egyszer már voltál, és utána elviszed magaddal a családot, és csak röhögsz rajtunk, hogy hát az nem ott van, basszága, tök hülyeség, amit csinál, Áz az nem úgy van, á és eljátszod a, a te már zseni. voltál itt? Nem, nem voltam itt, de hát ez, szerintem ez tök magától értetődő. Amért nektek nem. Pff. Na jó van, fiúk, térjünk a a mederbe vissza. A tettek mezeire. Jó. Hát igen. Money Talks USA. Kié volt? Az egyén volt, csak gondoltam, megtréfálok és csöndbe maradok. Micsoda tréfa, micsoda Úgy tréfa! Lesz, ha már, csapkodom Ha, ha a... már a beköszönésnél nem jutott eszembe semmi frappáns, akkor most ezt sikerült elsütnem. Ezt tudod, miért jó ez a cikk? Engem hm? nem is a cikk vonzott be, hanem mellette van egy... Hogyan lett ez a 22 éves lány milliómos 30 nap alatt, és, és ez egy orosz modell, akit egyébként Instagramon lehet követni. Nem követem, csak úgy láttam néha. De most megkattintom Elbúljon gyorsan, míg mondod a cikket, eddig. és kíváncsi vagyok, hogy lett milliómos, mert sejtem, de a, 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 a rohadjá meg. Na. beúztak a csőbe, rákatintottál a kamurettzsára, rá, mi? Igen. De és most Charlie szórja a 22 éves lány videókat a Facebookra. Hát, az <coughs> <tónye> lenne. Igen, <coughs> igen, igen. Na. Na. ez a cikk ez arról szól, illetve azt követi nyomon, hogy milyen viszonyban is van a gyógyszeriparral az a hét darab demokratikus Egyesült Államok béli szenátor, akik amikor Ugye az elmúlt hetekben megszületett az amerikai FDA-nak az elektromos cigaretták 99%-át kvázi tűzre vető szabályozási ötlete. Ők heten kiálltak az FDA mellett és üdvözölték az FDA szabályozási tervezetét. És annak járt utána ez a cikk, hogy. Vajon mégis milyen viszonyban vannak a gyógyszeriparral ezek a szenátorok heten? És egészen érdekes számadatokat sikerült találni. Mind a hét demokratikus szenátor rengeteg pénzt bekasírozott a gyógyszeripar különféle kis vadhajtásaitól, cégeitől, lobbistáitól és egyéb forrásaiból, nevezzük őket nevükön. Richard Blumenthal szenátor, 65.100 dollár szumma. Diane Feinstein, 119.250 dollár támogatás. Kirsten Gillibrand, 238.646 dollár, közel negyedmillió dollár támogatás. Patrick Leahy, mindössze 76.200 dollár támogatás. Jack Reed szenátor 137.700 dollár. Várjál, várjál, várjál. Mennyit mondtál a Kirstenre? Kirsten volt. Ö, ö, Kirsten Gillibrand, 238.646 dollár. Ja, akkor itt valami elcsúszott, igen, mert az előbb mást hallottam. És akkor a Patrick Leahy volt, volt 76.200. Igen. Jack Reed 137.700. Tom Udell szenátor potom 16 ezer dollár, Sheldon Whitehouse szenátor 118 ezer 650. Ez 5 év alatt tegyük hozzá. Igen, igen, át, igen Mondjuk a Tom nél de a Sheldon Whitehouse-nál ott egész 2005-től, tehát az 11 év. Nem baj, nem adtad össze ezeket véletlenül, Charlie, ha már így nyomunk. 100, követkei. 110, 210, 240, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 5, 50, 6, 50, 6, 70, 7 50, 750 ezer körül dollárban. Tehát ezek heten szumma 750 ezer dollár körül kasíroztak a gyógyszeripar emlőjéből, és Egészen meglepő, hogy saját, privát, nyilván megalapozott véleményük alapján üdvözlik az FDA elektromos cigaretta ipart, piacot és felhasználást megnyomorító szabályozás kezdeményezését. Azt csak így hm. zárulja, bejegyzem meg, hogy ez ilyen 213 millió forint fölötti összeg, amiről <kül> így beszélünk, csak hogy így mindenki képben legyen. Várja, mi? A 750 ezer. Igen, dollár. Uh, annyi is lehet. Uh, erről egyébként nekem, hogy tényleg rengeteg témánk van, és ne ragadjunk le egynél, <coughs> egy valami megüti a szemem, az a, a Pfizer az mindegyik sorban szerepel. Szinte, szinte. és tehát... uh, És ami nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatban volt egy. Volt egy film tegnap, vagy tegnap előtt, én már nem is tudom, Ö, és a szereplőket sem tudnám megmondani. Kefélés volt benne, az biztos. Ö, és ott pont egy orvos látogató volt az egyik faszi, aki. Ezt tuti a Bob volt. Ki, a spongyog. Igen. És hogy ez pont akkor játszódott a film, amikor. Elkezdett a Pfizernek fölfelé szaladni, és, és a film közepe felé megjelent a kis kék pirula, és lehetett látni ezeket a konferenciákat, meg hogy micsoda pénzeket ölnek abba bele, hogy tudod, orvoslátogató oda megy az enyémet, itt egy esernyő, itt egy doboz gyógyszer az enyémet tett ki az enyémet ajánljad, és, és hogy micsoda kanonizálás ment ott a, a, ezeken a csoportos képességfejlesztő tréningeken, hogy hogy győzd meg az orvost arról, hogy a mi termékeinket árulja. Ugyanezt Pepitában. Ugyanez Pepitában. És akkor aki <coughs> jön a tévéreklámokkal most, hogy hát, de mi a pfizer nem vagyunk kapcsolatban, mert nem ö, veszünk ö, Viagrát, egy nem csak azt árul, de akkor mondok más céget is, ami biztos mindenkinek beugrik. Teva, mondjuk. Uh, hm. Az meg Pfizer, hallod. Zseniális. Nem tűnik soknak egyébként, mikor azt olvasod, hogy mondjuk 2009-től 2012-ig a Richard Blumenthal mondjuk 12.300, mert az meg elosztod, az 3000 évente. De hát ez, könyörgöm szépen, ezek, ezek, ezek ilyen rendszeres bevételek a nagy büdös semmiért, illetve hát azért, hogy a végén azt mondja, hogy szerintem igazatok van. Na. Úgyhogy ennyi lett volna nekem a hozzáfűzni valóma a, a Pfizerhez és társaikhoz. Amen. Amen. Mellesleg ez a jéghegy csak egy picit. Ezt akartam pici mondani pici egyébként, kány, amit, és képzeljétek, amit, amit látunk. nem látunk, meg nem tudunk róla. Tehát a Igen. jéghegynek kb. a 10%-a van kinna a vízből. Vagy öt? Már nem tudom. De a maradék 90-95% az lent van. Na, következő témára mehetünk? Mehetünk. Ugorjunk. Azt is én követtem el. Jó. Dur. Ja. Mondtad, hogy fogjuk rövidre, ezért igyekszem rövidre fogni a dolgokat, és nem megyek bele annyira mélységeiben, mert hát úgyis mindenki tudja. Öh, az Cancer Research UK, amerikai rákutató intézet kihozott a blogján egy cikket, hogy 10 gyakori kérdés az elektromos cigarettákkal kapcsolatban. Hogy mit válaszolnak, azt most én nem olvasnám föl, mert pont ugyanazok megdöbbentő módon, pont ugyanazokat válaszolják az elektromos cigarettákkal kapcsolatban, mint amit évek óta mondunk is, de hogy mégis milyen kérdések jönnek föl, és nyilván az angol rákutató intézet ezeket nem a kis szopja ki, tehát amikor a televízióban a kedvenc luditáink azt nyilatkozzák fűnek, fának, hogy semmiféle bizonyítékot nem ismerünk, akkor ezek a nem létező bizonyítékok azok, ami alapján mondjuk egy rákutató intézet kialakítja ezeket a véleményeiket, ezeket a véleményét. A kérdések a következőek, amiket megválaszolnak. Biztonságosabb be az elektromos cigaretta használat, mint a dohányzás? Veszélyes-e a nikotin? kibocsájtanak e veszélyes anyagokat az elektromos cigaretták, vagy esetleg felrobbannak-e? elfogadható-e, ha egyszerre dohányzom és elektromos cigarettát is használok? Használhatom-e az elektromos cigarettámat a leszokás támogató szolgáltatások keretében? Milyen elektromos cigarettával lenne érdemes elkezdenem? Hogyan használhatom az elektromos cigarettámat, hogy segítsen a dohányzás abbahagyásában? Olcsóbb lesz, olcsóbb lesz nekem az elektromos cigaretta használat, mint a dohányzás? Használhatom-e az elektromos cigarettámat olyan helyeken, ahol egyébként nem dohányozhatnék? De az elektromos cigaretták gőzének passzív belégzése, valamint hogyan ö védhetem a legjobban gyermekeimet? Ez a tíz kérdés, amit ők teljesen korrektül, abszolút-e nem a kisújukból kiszopva megválaszolnak, és mint az elején említettem, egyáltalán nem meglepő módon pontosan ugyanazokat mondják, mint amit mi is mondunk évek óta. Tegyük hozzá, hogy ez, ezek, akik a kíváncsiak a kérdésekre és a válaszokra, nem kell, hogy angolul tudjanak, vaper.hu, ecigitesztek.hu, ecigi.info, millió és millió helyen és millió és millió szor le lett írva, nagyon kifejtősen is, és aki egyébként meg nem tudja, hogy kicsoda Andy even doktor, ő a, a nemzetközi dohányzásról, nemzeti. vagy nemzeti dohányzásról való leszokás központnak és training centernek a, a vezetője, és egyébként meg a a, az angol rákkutató intézetben tartott az e-cigarettáról előadást, és predestinálja őt. Ez mind arra, hogy elhiggyük neki, ő nem lódita. Vagy legalábbis alaposan körüljárja a, a témát nem úgy, Igen, mint azért, a mi előgondolkodóink. Egy... Én szeretnék egyszer egy olyan magyar olvosra látni, aki nem kell ennyire részletesen leírnia és kiállnia, csak valamiben mer mondani egyszer nem egy megszokott tézist, hogy már pedig ez. Már, már, amit a korányiból múltkora az az új kis lerendezett. korányi volt, Szemmel szemmel volt. Bocsánat. Az már, már, már súrolta majdnem jót, de még lenne rajta mit finomítani? Hát meg ne feledkezzünk el, ugye dr. Angyal Mikrosról se, aki igazságügyi orvos szakértő volt az egyik forgalmazó perében, és értékelte az elektromos cigaretta helyzetét és pozícióját. Ő is nagyon-nagyon korrekt dolgokat mondott. Illetve a ne feledjük a, a két Magyarországon folyó vagy folyamatban lévő kutatást sem, ami én komolyan mondom, tehát hogy egy. Egy. mert oké, okay, hogy leszarják a külföldi eredményeket, és azt mondják, hogy, hogy ezek nem nemzeti eredmények. De hogy vannak nemzeti eredményeink, és a kutyát nem érdekli a, az előgondolkodóink közül, hogy, hogy ezeknek mi, milyen stádiumban vannak, hol tartanak, mégis milyen részeredményeket várja várja beszámolni. Fika. Azt se tudják szerintem, hogy van. Vagy van. Itt, itt dőlt meg. Igen. Vagy nem akarják, vagy tudjátok, berakják ebbe a, ebbe a boxba, hogy nem akarok róla tudni, azt akkor az úgy minden nap üríti magát. Na, de ha már Angli Angliáról volt szó, a nagy víz, illetve a csatorna másik oldalán itt van Franciaország és a Kardiológusok Szövetsége is. Az is itt van bizony. Szóval, hogy ezt nem sikerült teljes egészében átfutnom, ezt a cikket, mert túl sokat írtam ma. Figyelj, két, két mondattal le lehet rendezni, tehát a Franciaországi Kardiológusok Szövetsége, ami azért, valljuk be, ugye több társintézményt egyesít magában, egyértelműen kijelenti, hogy az elektromos cigaretta termékek sokkal kevésbé mérgezőek, mint a hagyományos dohány termékek. Pont. Tehát kész, ennyi. 9 és 450 szer kevesebb. 9 szer, vagy 450, hát ugye attól függ, hogy mi. Na de még a legrosszabb, hogy kilenc szer kevesebb. Kilenctől 450. Igen, aki nem tudja kontextusba helyezni, egy... hogy mondjuk egyszer lépsz a kutya szarba, vagy kilencszer lépsz a kutya szarba. A és utána ki kell puszolni a nem is beszél. Hú, -hú. <coughs> átolvastam a következő bekezdést, mert ilyen gyors voltam, és az is csodálatosám. Kijelenti azt is, kijelentik azt is, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy a nikotin az az anyag, amely a dohányban betalálható, és a függőségért felelős, ez a függőségért felelős, és nem a dohányzás okozta megbetegedésekért és egészségkárosításért. A nikotin szerepe a hiánypótlás pontosan ugyanúgy, mint a nikotinpótló terápiás készítmények esetében. Igen, és az a nagy baj, hogy ez itthon, ö, hogy indult az egész az egész ö, kanossza járás? hogy miért nem jó az el-cigaretta? Az a cigaretta azért nem volt jó, attól függ, melyik évre gondolsz, mert ez évente változik <laughs> nálunk, ugyan, hogy miért nem jó az -e a cigaretta Menjünk vissza mondjuk három-négy évet. Azért, mert á, nem tudunk róla semmit, de egyébként károsabb, mint a hagyományos dohányzás. És aztán mi a legújabb, ami mondjuk egy két-három hónapja ö, pörög a sajtóban? A nikotin. A nikotin. Hát ez nem leszokás, mert, mert a nikotin megmarad. Igen, és tulajdonképp akkor több száz éven keresztül basszátok meg, rosszul hívtuk, mert te nem dohányzol, te nikotinozol. És tulajdonképp nem a dohányzásról kell leszokni, hanem a nikotinozásról, mert abba dög lesz bele, meg. Hát mi, mi megy most a szalagcímekbe? Hogyan konferálják fel a kedvenc luditáinkat mostanában a tévében? Tehát már így észrevétlenül az éleple alatt átírtak dokumentumokba szövegeket, és már nem dohányzás visszaszorítása van, vagy dohányzásról leszokás, hanem a nikotinfüggőség visszaszorítása van, és a nikotinról való leszokás. Hát mert Tehát olyan, olyan elegánsan... Ez azért, mindenkit. az azért, mert sajnos a dohányban is, meg ebben is van nikotin, és az egyikben van nagyon sok rákkeltő anyag még, és nem, nem jó a még. Az egyikben van nagyon sok rákkeltő anyag, a másikban meg nincs, viszont a, a halmaz metszetében ott van a nikotin. És akkor így valahogy... Ez tök rosszul mondta, Charlie ne haragudj. Miért? Azt mondtad, hogy a dohányban is, meg ebben is van nikotin. És ez pontatlanság. A dohányban van nikotin, ebbe pedig akár tehetsz is nikotin. Krisztián, én abból indulok ki, ami, jó, én, jó. ami én vagyok. Tehát én nem nekem nem célom, hogy leszokjak a nikotin bevitelről. Tehát jó, akkor hát most a saját... A fér... jó, esetében igen, van. csak igen, ennyi, csak ennyire ne, ne, legyünk jogászok, mert mindenki tudja, hogy azért használja ezt, mert le akar szokni, azt meg a mentessel nem fogja meg, tud, megtenni, vagy a ugyanaz az akarat erő kell hozzá, mint hogyha cigit tennéd le, és nem szívne utána semmit. Tehát maradok a, az eredeti gondolatnál, tehát a, a halmaz közös metszetében, akkor így mondom, mi lehet ott? A nikotin. És akkor így szépen először mostuk-mostuk a káros károsanyagok, a káros károsanyagok aztán az kurva sokszor megkapták ö, nem csak tőlünk, hanem mindenki mástól is, hogy sorold, 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 nem tudod, azért nem, mert hülye vagy, meg luddita, <kül> és aztán Gondolom ez valami hétfői értekezlet volt, hogy Ildikó, jöjjön be, jöjjön be. Ezt kihúztuk, ez nem lehet, ezt nem mondhatjuk többet. Mi van még ott, mi van még ott? Hát a, a glicerin. Ildikó elmondta végbébe való, de az se igaz. Mondjunk <tosz> valami más. A eh, ott van még a nikotin. Oh, a, niko, a nikotin. Hát azzal krumpli bogarakat ölnek. Meg az vegyszer. Meg az idegméreg. Ez lesz a jó Ildikó és akkor a következő negyedéves bónusz is el van így intézve Ildikónak, és akkor most, most, azon rugózunk, hogy, hogy tulajdonképp miért az ördögtől való a nikotin. Hát hú. Na mindegy, erő ódákat, ódákat, ó, amit mit mondtam adás előtt? A kurva <hül> frajdi elszólások. Tudod, hogy mit, mit, nem hallasz tőlük, és ez nekem, nekem így, így... Elnézést, hülyék vagyunk kifúrta a fülem, mi, mióta így, így hallgatjuk az Ildikót, a, a, Ferenc, vagy nem Ferenc. Kedves Ferenc. Igen? A, Tibire gondolsz? Tibit. Tibi bácsit a pöttyös labdájával. Tehát mióta így, így, hallgatjuk, hogy egyszer sem ejtették ki a szájukon azt a besorolást, amit az Unió adott a, ezeknek az eszközöknek. Te azt tudod, hogy micsoda, Krisztián? Na, no, alacsony kockázatú dohánytermék. Azt hittem azt mondod, hogy készfertő, vagy kész tisztító, mert hogy azzal egy kategóriába esik. Igen. Na de a, ami kemény, hogy azért megvolt az eredmény ennek a negyedéves bónusznak, mert úgy láttam, és egy kicsit előre szaladok, hogy Ildikónak azért beficent egy hajfestés. Nem mondod, hogy megfésülködött, meg, meg fodrász. Úgy képzeld el, ez ebben, ebben ez ne, nem hiszem el, ebben volt, fényképet akarok. Ebben volt hiszem. mosás, vágás, szárítás. Ezt nem Komplett csomag. Páruka. Ja, meg bocsánat, festés is. Úgyhogy a, az a homeless kinézet, az, az most uh, mintha egy picit a múlt lenne. De... Na mindegy, majd ha itt lesz a helye, mert Ildikóról órákat tudnék mesélni, sőt vele is órákat tudnék beszélni ha egyszer a hallókörömbe érne. Mert nem lehetne több kérdés egy Charlie. Diszkomfort érzetem van tőle. Na! Itt van viszont még nekünk egy tanulmány, mert mi vagyunk olyan hülyék, hogy nem csak úgy azt mondjuk, hogy ez van, meg ez tény, ezt fogadják el, hanem mindenféle okos dolgokat olvosunk. Most például van itt egy új tanulmány Polózától, aki éppen most az aszma tekintetében ö, szedte össze a gondolatait, és ö, és itt a távú hatásokról beszélt, ugye? Csak a címet olvastam most meg hirtelen. Ez nem az én cikkem, de mindjárt olvasom. Kié akkor? Fifika. Fifi nem, szerintem ez Blackie. Na ez... jó, van, vissza visszavonjuk az írási jogot, mert ez így nem állapot. Tehát csak így suttyomba így bedobálgatja ezeket a cikkeket. Borzasztó. Na akkor én is egy picit olvasok. Ja, ez nem is olyan sok. Nekem annyi jött le ebből a, az egészből, amit egyébként, hogyha ha valaki követte az e is közösségnek azon részét, amelyik elmesélte a történeteit és a megnyilvánulásait, nálunk is van jó pár olyan ember, aki, aki asztmás vagy, vagy uh, COPD-s, és uh, mindenki, uh, ha emlékeztek rá, uh, volt két-három két, olyan srác, aki, aki, komolyan küzdött ezekkel a problémákkal, mindenki az, arról számolt be, hogy milyen pozitív hatással volt a, a, az asztmájára a, az egy cigaretta, sőt, uh, Charlie, uh, Biztos hogy emlékszel, hogy volt egy srác, aki konkrétan megmondta, hogy neki csökkentenie kellett a gyógyszeradagot. Nem, mert az mert egy, volt, egy, hogy. Egyre jobb állapotba került. Hogy őt az orvos dicsérte meg, hogy mi történt, mert. Hát ez, ez, ez olyan, mint a bazin hogy görög lagziban baz meg az ablakmosó. Igen. Mindenre jó. Mindenre. Könyökre, jó. vágásra, megfázásra, mindenre, egyszerűen. Meg még annál is az ez Magyarország, Kovács néni, Kovács néni, hát mi történt magával? Gyönyörű fejlődés mutat a kórképe és a tünet együttesei. Cigarettára váltottam, e-cigarettára váltottam, doktor úr. Ja, elrontottam, szóval. E-cigarettára váltottam, dohányzás helyett, doktor úr. Ja, akkor nem! <laughs> Igen. Tudod, és, mint, a, amit és az, az ötödik, ötödik nyerőszámot a Népszabadság holnapi számában olvashatják. Mint amit az öreg ember mondott. Beteg vagyok, elszívok egy-két cigit, de azt egyből jobban Ezt vagyok. egyből jobban leszek. Na, mi volt ez a cikk akkor? Milyen cikk, Csár? Milyen medvejéd a sopán? Kibaszott Ricardo Polóza. De hagyjuk a faszba, jó? Ezt a cikket. Nem, figyelj. Két, tehát ugye... Az, az, egyik kon, kon, vagy a, na, az egyik tan tanulsága az, amiről beszámoltak nálunk is a, a, véperek. A másik pedig az, amiről a, a ki nem mondom, Attilláék számoltak be, illetve a Debreceni kutatás is megerősítette a légzés funkció, a tüdőkapacitás, az oxigén fölvétel, és mindenféle paraméter elkezd javulni. Tehát a polózának ilyen szempontból azért megjósolható volt az eredménye, hogyha valaki átvált azt másként, ami ugye egy súlyosbító körülmény a dohányzással együtt egy cigarettára, akkor nagyságrendekkel jobb értékeket fog produkálni abban a pillanatban, hogy letette a cigarettát, és mondjuk csak az e-cigarettát uh, használja. Tehát nagyjából erről szól az egész polóza tanulmány, de hogyha nem így van, erősítse meg, vagy, vagy, ne, Krisztián. De, 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 így van, közben átfutottam én is, pontosan erről van szó. Ami már volt egy hasonló tanulmány egyébként egy éve, vagy másfél éve, ami pont ezt vizsgálta, hogy a, 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 a az asztmában a dohányzás a dohányzás következtében fokozott azt más tünetek és, és légúti elváltozások, amelyek a dohányzás következtében történnek be, az ugye a dohányzás abbahagyásával visszafordulást és, 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 nagyságrendbeli javulást mutatnak, és hogy itt most ugye azt vizsgálták többek között, hogy a, a, a dohányzás abbahagyása elektromos szigarettázással, elektromos szigarettahasználattal nyilvánul meg, akkor az van-e kihatással erre a, a, a javulás, és hogy ez az eredmény, hogy gyönyörűen javulni tudnak a, a, az aszmás tünetek és még a hosszú távú elváltozások is, a közben, hogy az ember elektromos cigarettát használ a dohányzás mellőzése érdekében. Ja, szóval igen, jól mondtad. Azért mondtam ilyen hosszan, mert a Charlie direkt szólt, hogy gyorsak legyünk. Igen, sor vagy el. Én viszont akkor rámegyek William wallace a, a skót felföldi betyárnak a, a cikkére, és azért, mert te ennyire kifejtősre ö, kanyarintottad, én ismét csak egy mondatot emelnék ki belőle. Fölvezethetem? Nem. Csak, hogy mindenki Nem, a ez a te legyen, büntetésed. Nem azt az cik azt a cikket speciál én raktam. Hát most akkor így járt, természetesen vezes föl Krisztián, csak itt. Ne te. csak, hogy hely, helyére kerüljenek a dolgok, ugye nem régiben söpört végig Anglián az a jelenség, hogy az egészségügyi intézményekben, a kórházakban egyöntetűen betiltották az elektromos szigaretta használatot. És most jössz te. És az én kedvenc mondatom, az valahol a Középtájtól egy kicsit lejjebb olvasható, és az egész pontosan majdnem úgy szól, hogy hogy úgy gondolja, hogy a, az elektromos cigaretta használata, illetve maga az elektromos cigaretta következő eszköz, ami szerepet játszhat a, a kárenyhítésben, én ezt így fogalmaznám, de ez az, ami Szerepet játszhat a, a, a károk csökkentésében, és a, a számok még inkább javuló tendenciát mutató irányba elbillentésén. Tehát itt is még egy ember, aki kihúzta a másik segéből a fejét, és kimeri mondani azt, hogy nem csűrjük, csavarjuk, hogy igen károsabbat, vagy nem is úgy mondjuk, hogy igen, nem annyira káros, mint a cigaretta, de hát káros hanem azt mondja, hogy igen, basszátok, meg itt van valami, amivel hatásosan, és kimondja, hatásosan, eredményesen fel lehet venni a harcot. Ez a következő eszköz. Nem ö, kell ilyen fasságokkal súlykolni a népet, hogy, és de komolyan, nem úgy volt veletek? Ti próbáltatok, gondolom, ti is tapasztal, meg ilyen faszom tudja, mivel leszokni. Én nem, én csak van. Aha, aha. Jó, én próbáltam a tapaszt, nem működött. Akkor a terület több százszor, tudod. Én is próbáltam a tapaszt, és mivel ők azt mondják, hogy tapasztal kiválóan, meg most, hát a mi időnkben tudod, még nem volt ez a szájba a sprés fújkálós anyám kinyed, tegnap megint megcsodáltam a patikában, tehát gyönyörű. Gondoltam, hogy veszek egyet, és megpróbálom magam túladagolni, de aztán úgy döntöttem, hogy rohadjatok, meg nem ér annyit az egész, Na szóval azt súlykolják beléd ezzel, hogy ez baz meg mindennek az alfája és omegája. Aki ezzel nem tud leszokni, az rongyember. Ergo téged így, így, hogy is mondjam, még inkább arra ö, nem is ösztönöznek, hanem azt súlykolják beléd, hogy nem tudtál ezzel leszokni. Hát, nem az, hogy akarat -e erőd, neked semmit nincs, bazd meg. És akkor visszaállsz a cigire, és, és így még inkább egy picit így a, a, a lépcsőn még egy-két lépcsőfokkal lejjebb mész, hogy megint nem sikerült, de most már nem próbálom meg, a faszom, jó a cigi, mit nekem az a tíz év, húsz év, jönnek a tíz évvel, ja Istenem, az megildikó, te jársz az agyamba folyamatosan. E -e -e Emlékeztek volna, amikor tavaly nyáron volt a Twitteren nemzetközileg az a hatalmas felzúdulás, hogy hogyan kommunikálnak a, 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 a leszokni vágyókkal, vagy a leszokni nem tudókkal a, a leszoktatásért és a dohányzás visszaszorításáért felelős intézmények, és pont ezt kifogásolták, hogy, hogy olyan szinten megalázzák és rúgnak bele ezekbe az emberekbe, akiknek igazából segítségre lenne szükségük, hogy hogy az már egészen felháborító. És nem csak így, így sorok között olvas vagy szörmentő, hanem konkrétan olyan reklámokat tolnak az arcukba, közlekedési járműveken, egyebeken, hogy amit te is mondtál, Sárli, hogy nem tudsz leszokni, hát akkor te egy darab szar vagy, meg sem érdemled. Hú, gyerekek, erről nekem van egy nagyon-nagyon szomorú igaz történetem. Nyilván nem fogok neveket mondani, meg intézményt. De, de, hogy... de legyen már olyan, olyan, olyan igazi írói, tudod, hogy a neveket, az időpontokat és a helyszínt megváltoztattam. Na gyerünk! Így van. Nekem volt egy nagyon jó barátom, aki nőgyógyász volt, és hihetetlen erős dohányos. És hát az történt, hogy a, gyakorlatilag a fél tüdeje ráment erre a, a dohányos történetre és hát ugye többször volt tüdőgondozóban. E, és egyszer csak azt vette észre, hogy hogy úgy föl van puffadva, meg kurva fáradt, meg ezé, és akkor ott, ott ment a, a... Ja, és hogy még jobban, egyre jobban fullad. És akkor elment a tüdő, e, gondozóba, ott lebazták, hogy nem tette le a cigarettát, mekkora szar ember ezé, beutalták egy... E, ilyen tüdőklinikára. Na, ott újra, ez ja, és azzal fenyegették, hogyha nem teszi le a cigarettát, nem kapja meg a kezelést. Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy mit keresít, ha még mindig dohányzik, és menjen a picsába, stb. Elküldték, három nap múlva elvitte a mentő, fölvágták, kiderült, hogy nem a tüdejével van probléma, hanem, hogy vérmérgezése van. És az belehalt a, a, műtőasztalon. Tehát gyakorlatilag nem volt már lépe. Érted? Tehát egyszerűen elképesztő az a, a hanyagság, nem, és ezt egy orvossal tették meg, érted? Tehát mit csinálhatnak egy beteggel? aki, aki nem, nem, nem orvos, nem, nem szakmabeli, nincs DR a neve előtt, érted? És hányszor, de hányszor találkozol ilyennel, <hül> és nem kell a média, de hát az is média végül is. Van egy, van egy blog az, in, az Indexen, valami blog.hu, nem tudom, ott csak orvosi műhibák, ilyen megaláztatások, meddig vártak, hogy vártak, hogy... Ö, Rombolták porig az önbecsülését az embernek, hogy diagnosztizálták félre, az meg. Tehát néha én tényleg azt képzelem, hogy az meg, le kellett volna seggelni azt a nyolc évet, azt utána beülök egy praxisba, és mit csinálok, bazmeg meg házi orvosként? Annyit írok föl, hogy aspirin, kalmopirin, Charlie, meg a faszom. Charlie. Rosszul látod, még ennyit sem háziorosként egy beteg irányító vagy. Na, Mie, ezt akartam mondani utána. fáj a lába, ha, akkor igen, sebész, vagy menjen a, menjen a reumatológiára, ő majd a, ő elküldi esetleg Röngere. azt ennyi, ennyit kell tudnia. Ja, meg esetleg tudod, a, mi a tököm az a jogosítvány megújításához befizetsz 7200 forintot, és akkor rádrakja a kis tappancsokat az asszisztensnő, kiköpi a gép a papírt, letépi, megnézi, itt jó a tüske, ott jó a tüske, jó van, aláírjuk, olvassa a könyvet, Elolvasom a könyvet, és azt mondja nekem, hogy hm, hm, jó, jó, jó lesz ez, ez nem annyi, de végül is egy kis szintévesztés belefér, mondom, mi a szintévesztés az anyád, mi a szinté? És akkor, de mondtam nektek, az összes ilyen könyvet, ezt, ezeket a karikás pöttyös képeket, mindent letöltöttem, mindent elolvastam, elmentem a, a foglalkozás egészségügyi orvoshoz, azt mondja, hát az akkor nem is tudna itt dolgozni. Hát mondom, olvassuk már meg azt a könyvet elolvasta, azt mondja, hát igen, ez a, ez a hivatalos, a mondom, ez nem ilyen volt, meg csillogott a papírja, hát akkor azt mondja, az nem a, az nem a legit volt. Jó, mondom, nézzük meg, végigolvastam az összeset, amiben ábrák voltak, közd a pontokat, meg az anyám kényet. Tehát itt is, hát így, így, ez meg, így, így, mindent így megszokásból csinálunk, ezeket fölirogatjuk, meg tudod, amit tegnap is volt egyébként a 21. században, nem tudom, néztétek-e? Nem néztétek? Mm. Nem, de ez egy, egy kedvenc sorozatom egyébként. Geniális, zseniális. Tehát én a házon kívül nagyon szeretem meg a 21. századot, és most pont egyébként a magyarok és a magyarok gyógyszerre szoktatása volt a téma, hogy mennyi mindent szedünk, mert ó, kisfiam az még bármikor jól jöhet, és minden. Ö, ö, majdnem azt mondtam, hogy minden öreg asszony, de nem minden. Ö, kis vidéki mamóka elővette a, hát 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években ö, forgatták ezeket, elővette a kis fiókból a szintén fióknyi méretű 30x30-as dobozt, és akkor ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, amolyan gyógyszer, ilyen kenőcs, amolyan kenőcs, ilyen kúp, meg az anyám kínja, mindenre van valami. És mondta, ö, ott volt a kedvenc Breaking Bad-es szereplőnk is, a Zaher Gábor, és mondta, hogy ő Kezeltem olyan gyógyszermérgezéssel embert, hogy amikor ö, mondta, hogy ö, hát valami kéne, hogy mit vett be gyógyszert, és hogy meg tudnám mutatni a dobozt, szerintetek mikor járt le? Szerintetek? Na, na de most komolyan. Tudom, öt éve azelőtt. Öt évvel azel, éve. azelőtt jó, eléggé alá lőttetek. Azt mondja, hogy Kádár János még aktív párttag volt. Azt mondja, akkor járt le, és ez most volt. 2000-es évek után mondom, bazd meg, hogy ennyire szarunk arra, hogy mit teszünk a szervezetünkkel. És mondták, hogy mindenre ez a magyar megoldás, hogy gyógyszert kell szedni. Ezt súlykolják belénk is, mert ilyen vitamin, a, meg olyan anyám kínja, tov, meg. A, leg, a legrosszabb, amikor a szomszédtól kapsz gyógyszert. Be, ó, hát annál nincs jobb. Hát az ablak tisztító mondjuk az jobb, de hát az mindent mind. Szóval, visz. hát azt, azt ajánlom, hogy az archívumból azt töltsétek le, mert fúbászd meg. És szóba került ugye a, a, a hazai gyógyszertermelés, hogy, hogy az hogy micsoda sikersztori volt, és ugye, hogy, hogy tulajdonképp ők szoktatták rá a, az embereket rá, a gyógyszerfogyasztásra, mindenre gyógyszert szedünk. Miért? Mert olcsó. Hazai gyógyszer olcsó. És aztán már termelünk exportra, és meg az anyám kínjára is. És szépen lassan mindenki megszokta, hogy otthon van egy kis ö, házi patikája. Ez zseniális. Tehát mondjuk, hát azt nem mondom, hogy nekünk nincs. De egy, arra kívánosan ügyelünk, hogy, hogy a hűtőben tároljuk a dolgokat, mindig használat előtt megnézzük, hogy a, a, hogy mondják, ez nem a garanciája, a, a lejárati dátum az, az, az még stimmele, tehát azt még használhatjuk-e, és, és igazából más szerünk nekünk, itthon nincs is csak ilyen fájdalomcsillapítók, meg, meg meg ilyen izomlazító krémek, meg, meg ilyesmi dolgok, tehát nem két nagy dolgokra gondolni, de hogy. hogy... Én csak fölbaszom magam ezen a, ezen a gyógyszer témán. De ez, ez régen tényleg így volt, hogy, hogy. Tehát amikor anyám meghalt, és így kipakoltuk a gyógyszeres dobozát, hát az ami... Te, volt olyan tablett a konkrétan, ami mászott. Tehát, érted, ez a hihetetlen, és, és tényleg ez, az a az ez... szőrös pirula igen, igen, ja. tehát ez van, érted, hogy a, a, tehát így, így elkezdenek ezek a, a beidegződések, hogy így ragaszkodnak az emberek a tárgyakhoz úgyhogy a húsz évvel ezelőtt vásárolt barbamid az nagyon jó, az, az kell azt nem dobjuk ki még Hú. bármikor jó jöhet még bármikor jöhet, Én negyed évente szoktunk ilyen ilyen kidobósat csinálni itthon, hogy akkor átnézzük a, a gyógyszereket, nálunk főleg tud ilyen forró italpor, meg pesgőtabletta, meg ilyen szír. És azokat szoktuk. elviszed a patikába. Visszamaradni, és akkor azt összeszedjük, azt van a patikába ilyen... A... Ha, használt -e nem gyűjtő konténer? Hát kvázi, hát kvázi igen. az, igen. Kvázi, igen, de hogy hogy mi egy patikába járunk, mert ott van ilyen kártya, meg kapsz kedvezményt, meg ha X-et vásárolta, akkor kapsz ajándékot, meg nem tudom én, és akkor mi ezt szoktuk meg. De negyed évente tényleg mindenkinek ajánlom, hogy fuss át azt a kurva gyógyszeres dobozt, mert előbb-utóbb ebből tényleg tragédia van. Pláne képzett, ha olyan kezébe kerül, aki csak azt látja, hogy színes. Kicsit szóval ez is, urak, bocsánat, hogy nem hangzott el. Na, pina, de ez hogy jön ide? <gül> <gül> nem, csak vicceltem. A lényeg ebben a cikkben nem az volt, hogy mi van az elektromos cigarettával, vagy mi nem jó-e vagy nem, vagy hogy mi van, hanem az, hogy uh, Greater Glasgow és Clyde egészségügyi intézményei, ami 1,2 millió pácienst látnak el, 38 ezer egészségügyi főt foglalkoztatnak, 35 kórház tartozik a kezelésébe, 300 uh, körzeti orvosi rendelő, három körülbelül 300 uh, közösségi patika, 270 áll, uh, fogorvosi rendelő, és 180 olyan rendelő, ami nem tudom, hogy konkrétan mi, de valami másik, oftalmik. Ez nem tudom, hogy mit jelent. E, e, ez a szervezet konkrétan újra engedélyezte, hogy az összes intézményük területén mind a páciensek, mind az alkalmazottak, mind aki csak átfúj a szél rajta, használhasson elektromos cigarettát. Miközben Magyarországon <laughs> már az utcán is jóformán meg kell nézned, hogy mihez mennyire vagy közel, hogy elektromos cigarettát használhass Péntektől Greater Glasgow és Clyde intézményeibe, körébe tartozó intézményekben, akár a kórház folyosóján is elektromos szigarettát használhatsz mostantól. De Krisztián, most már tudjuk, hogy hova kell mennünk? Ennyi. ugye? ugye? Hát, de... De nem biztos, hogy oda kell mennünk, mert egy fecske nem csinál nyarat, és hogyha már Egyesült Királyság, és hogyha már kórházak, itt van a nottingham erdőből Robin Hood szülőhazájából. Krisztián, álljunk meg, Igen? valami zseniális volt az átkötésed. Igen? Igen köszönöm, Csáli. Nem múlik el ez a két év, na, nyomtalanul. Na, ilyen, badrád, ra, mint ilyen, Csak ragad, rád, na, ragad rám. Ragad más is, nem a csak, csak a Jóbiakos <laughs> Úgyhogy igazából rosszul csináltuk a sorrendet, mert az első hír róluk szólt a Nottinghami kórházakról, és nem is a Glasgow, Greater Glasgow és Clyde és környéke kórházairól, úgyhogy ők beelézték igazából Glasgow-ékat. Nottingham, Nottingham kórházaiban pontosan ugyanígy felfüggesztették az elektromos cigaretta használat korlátozását. Nottinghami egészségügyi intézményekben is teljesen szabad mostantól ettől a héttől az elektromos cigaretta használata. Jihí! Lackó Attila, Lackó Attila. Kimondod, még egyszer megjelenik, vagy mi van? Ja, ne. nem, mert épp írt nekem valamit podcast adás felvétel közben. Azt mondja, mondd be a nevem, ha mered. Úgyhogy most bemondtam, hogy Lackó Attila és kész, kimondtad harmadszor is. Nem néztette a Kampókész című filmet annak bárjá, idején? Várja, várja, tudod, azért vagyok ilyen bátor, mert láttam, hogy mekkora darab, és ebbe a rohadt lett tévében nagyon lapos, nem tud kimászni belőle. Meg rövid a haja, nem tud az arcába lógni. Ha tudod, hogy az melyik a kör filmre volt. gondolok. Mondjad? Az a kör volt. Hát az... <laughs> mert az egyébként egy ilyen hétvégi sétagalop volt az a film egyébként. Na, szóval miért nem ezt akartam megkattintani. Ö, a, a, másikat akartad megkattintani. A Igen. Velsziekre akartam tovább menni. Nem hagyjuk el még, mindig nem hagyjuk el Na, a Szigetország területét. És jön Wales, ahol ha már egyszer szóba került az adásban a költői igazságszolgáltatás, Walesben gyakorlattá vált a költői igazságszolgáltatás. Mondod, vagy mondjam? Mondjad, mert nekem most valami, va. örülök, hogy egyáltalán a netem él még. Na, már bejött a kép, Totally Wicked, Na, és... Welszben volt ugye szintén tavaly nyár környékén az a herce Urca azóta húzódott, hogy a Vels Assembly, ami az ottani kvázi független... Parlamentként funkcionáló szervezet azon ügyködött, hogy illetve egy-egy képviselői azon ügyködtek, hogy kompletten betiltsák a közterületeken való elektromos cigarettázás, és még mindenféle egyéb elektromos cigarettával kapcsolatos megkötéseket és disznóságokat vezessenek be, amiről ugye be is számoltunk, hogy aztán egy. Idézőjelben tragikus véletlen folytán összerúgták a portot a képviselők, a, a pártok között egymással, és nem sikerült megszavazniuk a saját törvénybódosító javaslatukat. Minden esetre az egyik ilyen nagyívű előgondolkodó volt ott, a, a, az idős és nagy tiszteletet érdemlő. Hogy is hívják az úriembert? Professzor Drakeford. Mark, Mark Drake Ford úr. Igen aki az egyik élharcosa volt a, a, az elektromos cigarettákat kiirtani próbáló próbálkozásnak, és az történik, kérném szépen, hogy neki a belvárosban van egy nagyon jó kis tüktik, hogyha szoktátok látni ezeket a Viktória kis utcafrontokat, ami egy Angliában, Veszben arra a területre jellemző, akkor pont egy ugyanilyet képzeljetek el. Neki ott van a képviselői irodája a, a belvárosban, és hogy, hogy, nem egy totáli vikidet forgalmazó elektromos cigaretta bolt nyílik a szomszédos ajtóban. Itt van egy idézet, és azt megpróbálom kicsit dramatizálni, és úgy előadni, ahogy ez valójában megtörtént. Alig van üres üzlet a környéken, ezért nem volt más választás. Itt kellett megnyitnunk az üzletet, Drakeford irodája mellett. Az, az zseniális gyerekek. Alig tehát... van üres üzlet. Hát tudtam mit csinálni. Hát ott kellett kivennem. Ez volt. Ha máshol lett volna, azt vettem volna ki. Kurva jó. És micsoda fricska egyébként. Hogyha valaki véletlenül cardiff jár, akkor keresse fel ezeket. De t -t -t azért azt el tudod képzelni, hogy így benyitnak a az irodában, hogy itt van az ercegibót? Nem, itt van mellettük. Ezt, ezt úgy mondanám egyébként, ha megnézitek Elena Krescinek a, a, a Twitter feedjét, ott van egy fénykép oldalról, a Totally Wicked mellette a, a képviselőnek a fogadó irodája, és azt mondja, hogy elképesztő méretű trollkodás, az e cigaretta shop nyílt Mark Drakeford irodája mellett. Tehát ez tényleg ez a, trolling level infinity. Tehát ez zseniális. És így már látod magad előtt, mikor, csak ki van rakva az ajtóra, hogy, hogy e cigisop balra. Nagy kár, hogy egy egész épületet elfoglal ugye a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, és hogy ott, ha jól emlékszem, az aljában nincsenek ilyen kis üzlethelyiségek, pedig ott is igazán bájos lenne nyitni egyet. Szerintem ez is tökű, ez a fekete-piros, kisördög a másik, meg csak a név, ez, ez mindent visz. Azt mondja, hogy Hó, Ajaj, arany, kezdtünk. aranylövés gyerekek, újra itthon, újra itthon. Ami jól fésült, nagyon tüktig ildikónk a porondon. Hát, tehát komolyan mondom, Charlie, tehát olyan kontraszt van a, a két uh, Ildikó kép között, nem? Tehát... Ez már majdnem milf, mi? Igen. Tudtam, hogy rárepülnél. Te korosztályod, vigyed. Tehát, te, te, borzasztó. Borzasztó a különbség. Tehát, hogy, hogy De most azért jó irányba. Tehát, hogyha elmenne mellette az utcán, <coughs> lehet, hogy még csettintenél is a nyelved, de hogy... De figyelj, kidobta a lábait, érted? Fél, fél rövid szoknya rajta, ízléses színekben összeválogatva, fekete-piros. A, a frizurája a nerd, is rendben nézni. van. De de az a baj, hogy, hogy tehát így figyeltem végig ezt, a, ezt az interjút, de a végén csak elsütötte azt a baromságot, érted, hogy hogy a, meg kell színezni az ércigi páráját. De nem, tehát, hát ja, két. jó, mert ez így azt, hogy a végén elsütött azt a baromságot, hát deklaráljuk mi a vége akkor. Mert gyakorlatilag, amikor a száját majd majdnem, hogy csak hülyeségeket beszélt. Hát kész vagyok. Én, én kiemeltem két mondatát, a, a, ködöset leszámítva, én két mondatát emeltem ki Ildikónak, ami szerintem fontos, mert a többi nettó hülyeség szokás szerint. Hát de, de legalább két... valami földobna az adásunkat, de mondjad akkor, is, akkor tényleg szorítkozzunk erre a marhaságra. Jó, rendben, de hát a rózsaszín ködöt nem is, nem is említenem. Elhangzott Ildikó szájából két nagyon figyelemre méltó dolog. Az egyik az a következő volt. Szó szerint idézek. Bárki számára, bárhol, bármikor elérhető és használható egy olyan fajta hazugságcsomag, amit ugye nagyon nehéz támadni, amíg a részleteket nem ismerik az emberek és itt így megütötte a fülemet, hát mondom, ez lopja a szövegemet, halló, hát ez álljon meg a menet, ez lopja a szövegemet. Egyrészt szeretném Horváth Ildikónak megköszönni, hogy végre ilyen őszintén jellemzi az Egészségfejlesztési Intézet dohányzás fókuszpontjának honlapján található az elektromos cigaretta egészségügyi kockázatait összefoglaló hivatalos hazugságcsomagot, de azért megkérném, hogy a jövőben egy kicsit variáljon a kifejezéseken, de szó szerinti egyezéssel lopja már az én szövegemet. Hazugság csomag. Az a durva, hogy nem gond... Tehát ki... Mondhatok én egy ilyen nagy tekintélyi doktorra olyat, hogy tehát olyan... Úgyse hallgatja, vagy ha hallgatja, franc, se érdekli, hogy olyan hülyeségeket beszél, hogy még arra se figyel, hogy hogy, hogy, ez csak egy irányba működjön. Tehát, hogyha kiemeltük most a kontextusból, ezt elmondjuk neki, és akkor meg van lőve. Vagy ha azt mondaná rá, hogy ez nem igaz, akkor csak annyit kéne mondanunk, Ildikó, ezt ön mondta. 2016 05 17, vagy 18, 17. Vagy 16, tök mindegy. A hülyeség az, az időtlen. Ez a... nagyon megtetszett nekem. Igen? igen? igen. Mi, mi, mi mondjad, volt a Fifika, másik? Mondjad. A másik az a következő volt, és ez ez itt padlót fogtam, de tényleg komolyan itt, beestem az asztal alá, és lekopartam a lakkot a, a parkettáról. A következő szintén szó szerint. Ezt most egyre többen megcsinálják Magyarországon is, mert nagyon látványosak az adatok, hogy mennyien leszoknak a cigarettáról. Ezt mondja. Kerestem az effektet, de nem találtam olyat, amire ez passzolt volna. Nincs effekt, Én két dolgot szedtem elő ehhez, alátámasztandó Ildikónak az várj, ez, ez, nem, ez nem az volt, hogy már az, ez most megcsinálják, az a leszokás? Igen, 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 igen a leszokás. Oké, okay, csak hogy kontextusba helyezzük a, a kijelentését. De várjál, csak igen, hogy még, igen, még igen, nagyobb bocsánat, kontextusba igen. helyezzük, ugye? ugye ők a leszokást úgy mérik, hogy túrják a kukákat, és nézik, hogy, hogy mennyi illegális cigi van, és egyébként a, a legális cigaretta fogyásból becsülik becslik meg, hogy, hogy menj, hát azt nem kell becsülni, bocsánat, tehát a legális cigarettaból kevesebb fogy, mert a tróger mit csinál, nem tudja megvenni, ezért csempész cigit vesz, de ő csak azt mondja, hogy kevesebb fogyott a trafikban, tehát ergo leszoknak az emberek. Hát persze, a hát... trafikos cigiről leszoknak. Arról már ne is beszéljünk, hogyha bármi is egy kicsit ebben az országban kimozdítja jó irányba a, 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 a dohányzók számának alakulását, akkor ilyen elegánsan elfeledkezni arról, hogy ez nagy valószínűség szerint az elektromos cigarettának köszönhető, az azért eléggé masszív. De de nekem nem ez ütötte meg igazából a fülemet, és nem ez volt ami, ami igazából úgy húsba hatolóan fájt, hanem az, hogy Ildikó szerint elképesztően örvendetes az a jelenség, hogy milyen rengetegen leszoknak a dohányzásról Magyarországon. És eszembe jutott, tényleg itt úgy néz ki, mintha a dohányzás visszaszorítása környékében kollektív amnéziában szenvedne mindenki. Eszembe jutott az a KSH tanulmány, ami nem régiben jelent meg, és úgy szólt, hogy 2014-et vizsgálva nőtt a rendszeresen dohányzók száma Magyarországon. Nem hogy csökkent, nőtt. Ezt mondja a KSH. Ezen kívül ugye az Ildikónak is pénzt, havonta pénzt utaló intézmény, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, akik az ők leg, leghatalmasabb főnökei így a hierarchiában, a következő fülszöveggel küldte a nem, dohányzók védelméről, ha, 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 itt most nevetünk, nem dohányzók védelméről szóló törvény módosítását a következő fülszöveggel küldték meg Brüsszelnek. Magyarországon a rosszabbak a dohányzási szokásokra, gyakoriságra vonatkozó adatok, mint az Európai Unió legtöbb országában, amely indokoltá teszi, hogy Magyarországon egészségvédelmi indokok alapján további szigorító intézkedések kerüljenek bevezetésre a dohányzás, és az egyéb dohányzás bla 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 bla, a lényeg elhangzott. Tehát az EMMI szerint a helyzet katasztrofális, a KSH szerint a helyzet katasztrofális, nem hogy javulna, de még romlik is a számok szerint. Erre Ildikó vidáman vihánszol a köztévében, hogy milyen jó. Állapotok uralkodnak Magyarországon. Úgy, voltam, így, egy, így. voltam egy szakmai rendezvényen. Nem mondom meg, hogy dohány szakmai dohányos szakmai rendezvényen, uh, ahol a következő adatok hangzottak el. A fiatalkorú lakosság 13 és 15 éves kor között 30%-ban próbálja ki a hagyományos dohányterméket. Uh, 2014 és 15 között kapaszkodj meg, 24,4 millió szállal több cigarettát adtak el. Kó most mi van? Mi, milyen, milyen örvendetes leszokásról <kül> beszélünk? Miközben mindenki tudja, ugye, hogy átterelték a dohányzókat a sodró a dohányfogyasztásra, és azt meg pont lehet látni, hogy a sodró dohány ö, mértékéhez képest, nem tudom, én mondok egy számot, háromszor annyi hüvelyt adnak el. Tehát abba a hüvelyben valószínűleg nem levegőt töltenek, hanem ez valamilyen a fekete vágott legyen. dohányt. De egy <laughs> egyébként, ha megfigyelitek, az ez hogy... Elképesztő. Hogy ugye, amit Krisztián mondott az előbb, hogy... Ő... Indokolta teszi, hogy Magyarországon egészségvédelmi indokok alapján további szigorító intézkedések kerüljenek bevezetésre. A, a szigorító intézkedés az az meg, hogy tiltunk. Ez pontosan olyan, mint amivel mi most ö, a baleseti statisztikákban is elég szarul állunk, és ezért kitaláltuk, hogy úgy javítunk ezen baz meg, hogyha kibaszott trafipaxokat helyezünk minden bokor tövébe, meg egyébként olyan helyre, ahol haladni kéne, mint például az M3-as kivezető szakasz, és tök mindegy lenne ott, hogy 50 helyet 55-tel vagy 60-nal mész, nem baj, oda kell az meg egy kaszagép, mert ettől kevesebb ember fog meghalni. Azért, mert ott éppen Trafipax van, ahol amúgy sem tudná többen menni, mert lámpás kereszteződés. De ez, ez a megoldás, a tiltás, az ellenőrzés, a, a büntetés. Egy milliárd forintot kaszáltak. Azt hiszem, most zárója bezárva az utolsó egy hónapban csak ezen a szakaszon. Ami nekem még az Ildikó mondandójában így megütötte a fülemet, az a zseniális telefonnal való leszoktatás. Ezt így fogtátok, hogy van egy vonal, amit fölhívsz, és az bizonyítottan leszoktat, még az elektromos cigaretta nem. Két dolog Jó, ez van. A de de milyen mi holisztikus telefonvonal? Két dolog hát, van. Az egyik, az egyik a legnagyobb szégyen, hogy a saját telefonszámukat nem tudta megtanulni, pedig az, hogy 080, azt bármelyik hülye megjegyzi, a többit meg tudod így. <laughs> tudod, mint a te szembe, a IT crowd, az megvan. Mikor a 911-es szám megváltozott? one, 1, -1, -1, 9 -1, -1 és akkor sorolja további így énekel, hogy hát ez milyen egyszerű megjegyezés, akkor mikor tűz van, és akkor nyomok, hogy én 1, one 1 Nine one. Nem, nem. Eight, nine, nine, one, 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 three, two, one, one. És akkor, és akkor sose nem sikerül fölhívni. Na ez is pont olyan egyszerű lett volna megtanulni, az meg, mint egy gyerekverset. A másik... Írja a tenyerére, Na, Vagy, vagy a homlokára tükörírással hogy hát mindenek ez az alfája, az omegája, tulajdonképp neked annyi elég a leszokáshoz, ugye ezt mondták, hogy már az is sokat segít, hogyha valakivel beszélhetsz erről. Tehát mint egy ilyen tudok... akarni kell. Fölhívott, jó napot kívánok, Pivko, Krisztián vagyok, és 18 éve dohányzom. Jaj, Krisztián, Krisztián, káros az egészségre, hamarabb meg fog halni, és a legfőbb érv mi volt? Azért szoknak le többen, mert kimutatták, hogy aki dohányzik, tíz évvel kevesebb ideig él, és ezért, mivel dohányterméket vesz, még fizet is. És fölfogták, hogy ők azért nem fognak pénzt adni, hogy tíz évvel kevesebb ideig éljenek. Bazd meg! Akadémik, is akadémikus a számot, levezetés. És nem zavar senkit. Most hát. éred meg. De ne legyünk genyók, srácok, ne legyünk genyók. Én amondó vagyok, hogy jó fejleszek, és ne, ne, legyünk se Demjén Tiborok, se Horváth Ildikók. Tehát nekem, én nem olvastam erről a holisztikus leszoktató vonalról semmiféle hivatalos adatot, úgyhogy nem szeretnék olyan trógerek lenni, álszakértők és tudományos előgondolkodók, hogy így előgondolkodjam magamnak, és kijelentsem, hogy ez nem működik, mert nem tartom elképzelhetetlennek, hogy vannak olyan lelki állapotban, vagy olyan mentalitásban, rendelkező emberek, akik mondjuk egy kis buksi simé a telefonon keresztül akár a megfelelő hangulatba is, is terelhetik. Krisztián, nem... Krisztián, te már megint... Kétlem, megint kétlen, egy hatékonysággal működnek nem, ezek a vonalak, te egy de, megrögzött... ne legyünk hogy anarchista vagy. De anarhista vagy ö, hol, hol, van ember, a bizonyíték? Va? De várjál, hadd mondjam végig. Krisztián ezt nagyon, nagyon naívan és jóindulatúan közelíti meg, de most ö, 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 ez majdnem olyan, mint hogyha nekem föl kéne hívnom egy telefonszámot, ö, és akkor most vonatkoztassunk el, ez a magyarországi vonal. 1800 pacsal, nem szereted, Hívd föl, meg fogod szeretni, és a telefon majd azt mondják, hogy kóstold meg, Charlie, mert tényleg finom a pacsal. És te azt mondtad, hogy nem, 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 nem. Az meg nem, tényleg. Nem. Tehát így, Krisz... Nincs, 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 most igazatok, srácok. De figyelj, én várjál, várjál, várjál de én is végighallgattam a, a hülyeséget. Nem, de én, én nem hallgatlak végig. Nem baj, akkor mindjárt itt, és mondom fifikának. Tehát az az alapvető probléma, hogy itt egy... Ez nem egy olyan probléma, amit így meg akarsz, tehát nem egy akut probléma, hogy most egyedül vagy karácsonykor, és fölpattintanád az ereidet, de fölhívsz egy vonalat, egy lelkisegély vonalat, és az egy picit így átbillent, hogy valakivel tudtál beszélni a gondjaidról. Nem, mert ez egy hosszú, ugyanúgy, mint a cigarettára rászokás sem egy napig volt, ö, történt, meg hiszen fú, de szar volt az első nap. Az egy hosszú folyamat volt. Most az, hogy, vagy azt mondja, hogy hívjon vissza jövő héten, és akkor megbeszéljük, hogy mi legyen a következő lépés. Nem hiszek ebben. A telefonon, keresztül, tudod, miről lehet leszokni? Ö, hát semmiről, szerintem. De, Charlie, az a helyzet, hogy ez a kérdés, nekem is vannak fenntartásaim az eredményességét illetően, de ez a kérdés ugyanúgy nem hit kérdése, ahogy az elektromos cigaretta működő képessége és kárcsökkentő hatása sem kérdés. Én csak azt mondom, hogy ne figurázzuk ki ezt az állítást annak hiányában, hogy pontosan tisztában lennénk a számokkal, mert akkor lesüljedünk az őszintjükre. Okay. Én olyan szintre fogok most süllyedni, hogy csak na. Mi lenne, ha én fölhívnám őket holnap, és fölvenném, hogy mit beszélgetek vele? És így kiderülne, hogy le tud-e engem szoktatni a dohányzásról. Na, ez már egy remek ötlet. Sír. Nem fogom vele közölni, hogy az adásban felvesztük, és közvetíteni fogjuk több millió magyar elektromos cigaretta és cigaretta használónak, de kíváncsi leszek. Na! erre a flóra, hogy hogy zajlik egy ilyen processz, hogy... Csak arra figyelj, hogy a hívás azonosítódat kapcsolt ki, és ne a saját nevedet mutatkozzál be, miért milyen... <laughs> elkezdenek villogni a piros fények, és már vágják is be magukat a fekete autóba az emberek. Nem, azért, majd skype azért, hívom. azért annyit hagy fűzzek már hozzá, és a, a kettőtök közé <laughs> ékelem a, az én mondandómat, hogy nekem nem, nem azzal van a gondom, hogy, hogy ez nettó fasság úgy, ahogy van. Nekem azzal van a gondom, amit az Ildikó mondott, hogy ez egy bizonyítottan hatásos dolog. Hogy a picsába tudsz bizonyítani, tudod bizonyítani valaminek a hatásosságát, amikor azt se tudod, hogy kihív, lehet, hogy bemutatkozik, de most akkor felírod, hogy kis József, kis Józsefből az meg 5 millió van ebbe az országba. Érted? Tehát, hogy hogyan tudod ezt szakmailag bizonyítani, hogy az azon a vonalon ö, hívottak tényleg leszoktak a dohányzásról. De hát most ezen miért akadsz fönn, Fifika? Hát, hát azért akadok fönn, mert nekem, mert nekem nem azzal volt a bajom, hogy van egy ilyen telefonvonal. Nekem azzal van a bajom, hogy ezt a nettó fasságot így beletolja a pofádba, hogy az bizonyítottan hatásos, míg az elektromos cigaretta nem. Nekem ezzel a van a bajom. Engedjezni. Fifika, nyugodjál meg, mert azt is <coughs> kimondta, hogy a tapaszt is bizonyítottan hatásos. Na, hát ez kb. itt kell a helyén hát kezelni a dolgokat. azt tudjuk. Egyébként ö, van arra vonatkozó adatunk, mert nekem nincs meg a fejemben a pontos szám, csak valamire ki akarok lyukadni, hogy 18 éven aluliak közül körülbelül a lakosság hány százaléka dohányzik? Hát szerintem Most ilyen hát a fifika ezt a 30 százalék körül itt. Na ne bassz már. már. hogy kipróbálják. Hát kipróbálják, Jó. és akkor szerintem egy 5, 5 a biztos, hogy ott marad. Jó, oké, akkor egy nem szignifikáns, de mégis érdekes adat. Úgy döntöttem, hogy az egyik, a párásító podcast levonult, és innentől hiper zárt csoport vagyunk. Titkos. A másik pedig, hogy úgy gondoltam, hogy megnézem, hogy mi van, hogy átállítom a, a az ecigi teszteknek a Facebookos oldalát, mert eddig 13 pluszos volt, tehát korhatár nélküli, mert hogy azt hiszem a Facebookon ez az alsó korhatár a regisztrációhoz. És mondom, ha átállítanám, mi lenne? És akkor ott kiírja, hogy figyelem, figyelem, mert akik nem felelnek meg a követelményeknek, azt élből kivágja, mint a macskát szarni, és ki is írja érdekes mód, hány százalék rajongót, hát rajongót, hát ők így fogalmaznak, feliratkozót vesztesz azzal. Na mennyi volt szerintetek? 13-ról 18-ra? 3 százalék. 3 százalék. Három százalék. 3 százalék. Hmm. Ezer emberből 30. Kétezer emberből 60. De akkor tegyük már mellé, hogy mennyien dohányoznak? Hogy mindig ezzel jövünk, tudod, hogy védenik, Mert ez is, ezt is mind a ketten kihangsúlyozták, és mindjárt áttérünk a Damien Tibibára, hogy mind a ketten a fiatal korúak védelme, és a kurva anyja, és hogy ne juthassanak ilyen szerekhez aminek nem ez a megoldása egyébként, de ezt, ezt, nem tudjuk elégszer elmondani nekik, hogy akkor mondjuk tegyük az 5 mellé, amit hangsúlyozunk, hogy satszoltuk, és akkor ez, ami szintén nem mérvadó, mert ez csak az én oldalam, meg az én hülyeségeim vannak rajta, de elcigivel foglalkozik, tehát akár korhadáros lehetne, 3 Na, úgyhogy ennyit arról, hogy, hogy mi a mainstream, meg, meg meg miért, miért az ördöktől való ez az egész. De ha gondoljátok, akkor a, a áttérhetünk spejből hurvinyekre, és, és most akkor gorcső alá vehetjük csillogó koponyájú Demjén Tiborunkat is. Mert ő is azért egy klasszikot alakított ma. Hát srácok, tényleg nem tudom másképp megfogalmazni, történelmi pillanat történelmi pillanat volt a mai. Én, én azóta sem térek magamhoz. Ö, jó, akkor te majd elmondod a Tibi bácsiról a véleményed. Én elmondom a műsorról a véleményem, mert nekem az a véleményem, hogy bár nem voltunk ott, és, és azért nem voltunk ott, mert azért nem voltunk ott, Krisztián? Mert? Mert nem akarták, hogy ott legyünk? Hát amilyen, ez benfentes információ igazából, de igen, fölmerült a lehetősége, hogy párhuzamosan esetleg az ellenkező oldal is megszólalhasson a vendég mellett, aki ezelől elzárkózott. Fuck this. Na, szóval annyira azért nem volt rossz a helyzet, mert nem a svábi volt, hanem a... Nagy Pakman duettből Péter. a Pakman Péter, igen. Pakman Péter kérdezett, és egy szerintem érdekeseket kérdezett, szerintem nem a sablonkérdéseket kérdezte, és a kérdésre kapott válaszra történő kérdés az, az egészen olyan volt, mintha mi kérdeztük volna, és egy picit falhoz is állította szerintem, Uh, amikor, amikor kérdezte őt arról, hogy de hát uh, én, ő úgy olvasta, hogy ez például klasszisokkal, nagyságrendekkel kevésbé egészségkárosító, mint a cigaretta, uh, meg, uh, meg hogy tulajdonképp akkor most a dohányosok közé küldjük ki, most akkor aki nem dohányzik, trafikba kell menni, hogy olyan terméket vegyen, ami szintén agyrém, nem dohányzás, de mégis dohánytermék, vagy dohányzás. Ö, szóval nekem nagyon tetszett a, a, a riporternek a hozzáállása is, ahogy, ahogy vitte az egész témát, és nem csak az, hogy, hogy akkor tényleg mikből áll ez, meg, meg mi a rá, rákeltő a nikotin. jaj, jaj. Tehát nem ilyen fasságokról volt szó, és ö, én, én többször éreztem az űzött vadat, vagy Rocky Balboát a sarokba szorítva egy picit, és egy ilyen agresszív visszatámadást ö, ütött már meg egyszer-kétszer Demién Tibor is, hogyha egyet kiemelhetek, és elvehetem a kenyeredet csak ezzel az egyel. Például, okay. amikor mondta, hogy mondta a Pachman Péter, a riporter, hogy hát ő olyan tanulmányokat olvasott, hogy abban azt állították, hogy ugye, hogy klasszisokkal egész, kevésbé egészségkárosító, mint a cigaretta, és akkor nem azt mondta, ez a... Jaj, aj, nem megsértettem a majmokat. Szóval nem azt mondta a Demjén, hogy milyen tanulmányok voltak ezek, hanem azt mondta, hogy hogy is mondta, hogy ö, akkor rossz tanulmányokat olvasott, vagy, vagy azt mondta, hogy... hogy akkor olvasom másfajtákat is. Akkor is olvasom más, igen, tehát ez, ez szerintem ez a mondat, ez az abszolút paraszt leoltós mondat volt. Ha olvassa mást is, a egy nem mondta, hogy mit, és akkor én úgy visszaválaszoltam volna, hogy és ön ezen kívül azt olvastam, amit én most az előbb mondtam? Mert azt nem várja el senkitől, hogy 200 oldalas angol tanulmányt olvasson, kedves Demién úr. De hát azért alapvetően a glicerin... Csak a hivatása és a szakmája, miért kéne ilyeneket olvasni? Igen. Ez lenne a dolga. Mert a glicerin nem csak végbélbe való. Tudta-e, kedves Tibor? Na, és akkor mondjad, hogy mi volt az a, az a kulcsmomentum, ami, ami sarokba szorított vadként megremegtette a Tibort a, a, ringben. Hú, micsoda. Hát én tényleg. reflektálnék arra, amit te mondtál, Sárli, egy cseppet, mert én is így éreztem. Tehát az, hogy nem a megszokott kérdések hangoztak el, ezek miatt én úgy éreztem, hogy kedvenc Demjén Tiborunk annyira nem találta a helyét hirtelen, hogy abszolút nem megszokott válaszokat adott. Tehát nem erre, erre fogom kihegyezni igazából a mondandó lényegét, mert vannak durva dolgok, de hogy elhangzott az, hogy igen, ez kevésbé egészségkárosító, igen, vannak olyan tanulmányok is, amelyek mást mondanak, igen, igen, nem olyan koncentrációban vannak benne mérgező anyagok, meg káros anyagok, mint a, mint a cigarettában, tehát ilyeneket egy hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt soha nem hallhattunk tőlük. Tehát egyrészt szerintem, ahogy így nívósabbnál nívósabb nemzetközi egészségügyi intézmények és szaktekintélyek kellnek az elektromos cigaretta védelmére a Tények, tudományos tények figyelembevételével, igen. E, e, úgy szűkül nekik igazából a mozgás területük, és olvad el egyre inkább az a kis fagylalt, a, 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 amikből ők az érveiket előhúzgálják. Tehát most már azért a végtelenség, ők sem tudják ezeket tagadni. És az, hogy a Pakman Péter ennyire megborította a, a, a kis forgatókönyvét a fejében, kicsúsztak ezek a, a, a megjegyzések a száján. És ez már önmagában egy örvendetes tény valamilyen szinten, mert kicsit közelebb van a valósághoz, mint az, amit általában állítani szoktak, még akkor is, hogyha továbbra is próbálja bagatelizálni az elektromos cigaretta szerepét és, és a, a, a nyilvánvaló egészségügyi előnyeit a dohányzáshoz képest, de volt itt nagyon durva elszólás kettő is, ami olyan, hogy, hogy a faladja a másikat. Ezeket mondjam most, Charlie? Hát akár. Hát a blogon írtam két cikket is belőle, ahol ezt vasszívan kiveséztem, mindjárt rögtön meg is nyitom az egyiket. Konkrétan Demién Tibor ma élő egyenes adásban közölte azt a televízió nézőkkel és Pakman Péterrel, hogy szerinte a dohányzás fókuszpont vezetője szerint egyáltalán nem probléma az, hogyha korábban leszokott már nem dohányzó emberek visszaszoknak a dohányzásra. Egészen konkrétan a következő hangzott el, Pakman Péter kérdezte, én nem vagyok dohányos, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy jó irány, ugyanis visszaszoktathatja a rendes cigarettára azokat, akik egyébként napközben élnének az e-cigarettával, de nem tudnak vele élni, mert bent a munkahelyen, az irodában, bárhol, nem tudják ezt használni, kimennek a többiekkel, és újra rágyújtanak. Nem biztos, hogy jó ez, nem? Temjén Tibor erre szó szerint a következőt válaszolta, Hát az elektronikus cigaretta megjelenését megelőzően is visszaszoktak a dohányzásra sokan, mert látták, hogy mások dohányoznak, tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez a jó irány, amikor erről gondolkozunk. Tehát a dohányzás visszaszorításáért felelős hivatal vezetője szerint egyáltalán nem jó irány azon gondolkozni, hogy az intézkedések hatására már nem dohányzó emberek ismét dohányozni fognak. Ez a ez a, ez a mi van, miről beszélsz ember. Jézus úristen. És mindjárt megkeresem a következőt, mert van még ennél durvább, és nyugodtan köpködjétek körbe. Hát ez döbbenet. Nem? Tibor, szedd már össze magad. Hát legalább a saját frontodon úgy harcolj, ahogy egy harcoshoz illik. Hát ne szúrt átba magad. Hát mi ez? Uh, halljuk a következőt. Mondom, 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 mondom. Igen. A következő ilyen elszólása az volt, ezt most nem szó szerint idézem, mert már köré kanyarítottam a cikket, de arról szólt, tehát ez, hogy emberek. Már nem dohányzó emberek visszaszoknak a dohányzásra, ez nem probléma, ezen gondolkodni is kár. Szerinte az igazi probléma az, hogy a nikotinfüggők új fiatal generációja, amelynek a bizonyítása még a mai napig nem történt meg, tehát ez a képzeletbeli új nikotinfüggő generáció úgy jut hozzá az elektromos szigaretta használatával a, a, a nikotin adakjához, hogy közben nem dohányzik. az egészben az volt nekem a, 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 fura, amit már itt a pedzegettél is, hogy, hogy kicsit, mintha ez a kemény vonalas mindennek ellent mondás enyhülne, mint hogyha, mint hogyha vagy a nemzetközi sajtót, vagy a párásító podcastet hallgatnák hétről hétre, néznék a cikkeket, mert szerintem már nem a... Ak hát, akarni akarnak, csak már nem mernek jobban hülyét csinálni magukból, mert egy idő után ez olyan, mint a dotcom, egyszer csak pukkan egy nagyot, aztán ők ott maradnak, és akkor csak annyi lesz, hogy Demjén Tibor, meg a Luddita Ildikó, és már másba se fognak tudni kapaszkodni, csak a, a nevükbe, hírnevükbe. Egy és másra az, fognak hivatkozni. Hogyha, De hát Ildikó mondta, hát ő egy orvos, elhittem neki. Hát nekem az a kopasz mondta, neki meg volt egy 0680-as, azt se tudom milyen száma, csak mondta, hogy mondjam be. Azt én, én azt hittem, hogy ez úgy jó. Hát nem jó, segítek, nem jó. Szóval ö, már azért elhangozta tehát mikor mondta ő ki, hogy igen, kevésbé káros, csak ezt a mondat igen kevésbé káros, mint a cigaretta. Hát hát utána sűrű me a kulpázás közben azért így ráfűzött, hogy de hát azért van benne nikotin, és akkor hajítottam volna tarkon szívlapáttal, hogy az meg van benne. Hát, azt akkor mi van? És közben jár az agya, Úristen, mit mondtam, mit fogok én ezért kapni? Egyébként ö, a személyiségtréning rettenetesen jó volt, ismét csak ezt tudom előhúzni az én varázskalapomból, mert ott is ezeket pontosan gyakoroltuk, hogy hogy kell viselkednünk egymással, kollégákkal, ügyfelekkel. Mi van akkor, hogyha téged a komfortzónádból, ami nekem tisztán, majdnem tisztán, egy műszaki beállítottságú mérnökember lévén műszaki beállítottságú színen van, hogy így egyszerűsítsek, és mikor kibillentenek, akkor jön, akkor a vezető hajlam, és akkor ö, volt egy ilyen helyzet gyakorlat, ahol én a főnökömnek, az akkori főnökömnek már nem az, finoman, már nem az. Beolvastam, és azt mondtam, hogy gyerekek, én nem hiszem el, hogy ez ilyen hülye. És ő akkor hirtelen azzal jött, hogy már pedig ez így lesz, mert én azt mondtam, ő is ez volt. Tehát, a, a, ugye mikor jött ezzel, hogy, hogy a pakman, amit rákérdezett, és akkor, akkor rossz tanulmányokat olvas. Tehát, amikor már semmit nem tudsz már érfként felsorolni, akkor jössz, hogy már pedig. Tudod, ez az igaz érv. az nem úgy van, mert én azt mondom. Hát az. De mert miért? Hát nem így van, kedves tibor. Van egy szar hírem. Uh, most, <laughs> Tibornak. Még, most még beszélgettetek, uh, uh, beszéltem egy uh, egyházi főméltósággal, és ő azt mondta, hogy azok az emberek. Ez amikor... meg nekem gyorsívón van a pápa. Azt Feléc pápa 01. Igen. <laughs> az egy ilyen, na mindegy. És azt mondta, hogy azok az emberek, akik a, a, ezek miatt a megmondó emberek miatt szoknak vissza a cigarettázásra, azok a túlvilágon ezeknek az embereknek az ánuszán nyomkodják el a csikket. Ez az egyház hivatalos álláspontja? Igen, 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 igen kemény idők elé néznek. Az a helyzet. Kelleni fog az a glicerin, hogy enyhítse a fájdalmat az áldozat. Jó lesz ósán. még az a vég, bélbe várt ki a Szóval, -e, hogy... és bocsánat, no. hogy közben szóltam, de ez csak egy kiemelt példa volt, hogy amiben egy pici hátrálást véltem, Tiborunk mondandójában felfedezni. Hát emlékezz rá, Charlie, hogy mit mondok itt évek óta, hogy az idők végezetéig ezeket a maradi ostoba és, és, és abszolút ilyen belterjes dolgok olvasására szorítkozó nézőpontokat és mondandókat nem fogják tudni a végtelenségig fenntartani, mert van internet, terjednek a hírek, egyre több egészségügyi szaktekinték kíváncsi arra, hogy most akkor mi is van az e-cigarettával kapcsolatban, és hogy ezek egy szépen el fogja morzsolni a, a, az idő és a tények, a, a hülyeségeiket, és tényleg ez látszik. Krisztián, vigyázz, mit mondasz, majd betiltják az internetet is, mint a Uber-t. Vigyázz. Mert terror veszély van az Uber miatt, és amúgy is. De milyen, hogy komolyra fordítsam a szót egyébként, mert hogy ez, ez nagyon súlyos, tehát ezt, ezt azért a, a magyar egészségpolitikának igazándiból az országos médiában kettő darab megmondó arca van, a benedályokat meg a többieket leszámítva, ők azért csak tényleg komoly helyzetben mennek ki hülyeségeket beszélni a köz elé az egyik Horváth ildikó, a másik pedig Demjén Tibor, hogy a hölgyet helyezzem előre mégis illendően. Tehát igazándiból a magyar egészségpolitika dohányzással és elektromos cigarettázással, ártalomcsökkentéssel, stb. kapcsolatos álláspontját a közfelé, a lakosság felé ez a két ember képviseli. Na most az egyik ildikó, az ugye a legutolsó televíziós beszélgetéséből kiderült, hogy már nem csak az igaz, hogy az elektromos cigarettáról nincsen halványilag. Kőzese, de már a dohányzásról sem. Ez az egyik hatalmas megmondó embere az egészségügyi szakpolitikának, a másik pedig Len Demjén Tibor, aki élő egyenes adásban kijelenti, hogy semmi probléma nincsen azzal, hogyha az emberek visszaszoknak a dohányzásra, de ez egészen elképesztő pofátlanság, hogy egyes emberek már úgy jutnak hozzá a nikotinhoz, hogy közben képesek nem dohányozni ezek a rohadékok. És én értem, hogy neki ez fáj, mert alapvetően a dohányzásra visszaszokó emberek, azok az ő malmára hajtják a vizet, mert a következő évi statisztikában is benne lesznek, hogy na már megint egyre több ember jött és akart leszokni újra és újra, rövidebb ideig sikerül is neki. Tehát én megértem, hogy az egészségpolitika szempontjából neki, mint a dohányzás fókuszpont szempontjából, ez egy tök jó, hogyha az emberek visszaszoknak. Emiatt is tépem a számot, hogy pont ezt a, a, a státuszkót igyekeznek fönntartani évtizedek óta. Uh, uh, és azt is megértem, hogy neki hatalmas problémát okoz, hogy az emberek egész egyszerűen nem kezdenek el dohányozni úgy találnak választ erre a dohányzástól való megszabadulás kérdésére, hogy nem átmennek az ő megszokott kis karikáin átugrálnak, és szép kis statisztikai adatok lesznek a végén, és mindenki boldog, mert lehet a papírokat lobogtatni, hanem egész egyszerűen beintenek, és megoldják maguknak a Demién Tibor, meg az egész intézménye nélkül a dohányzás problématikáját és az ártalom csökkentést. Én baromira megértem, hogy neki ezek a dolgok fájnak, és hogy sokkal szebb lenne, hogyha mindenki végigszenvedné magát az általuk kitartását utakon. De hát könyörgöm, van haladás, vannak dolgok, és egy ilyen intézmény vezetőjétől ilyen dolgok, ez példátlan. Itt vagytok még? Jaj. Igen, igen, itt vagyok. Csak hallgattam, hát nem merek már közbeszólni, mikor te példátlan mondasz, mert azt mondod, hogy ah, még az itt az eszembe, hogy. Kitárgyaltuk Demjén Tibi bácsit? Igazából még nem teljesen. Még egy, ígérem, rövid témám lesz ezzel kapcsolatban. Ú, Krisztián. Ó, Krisztián. Várjál, várjál. 140 negyvenné megígérte, ezt írjuk fel. Oké. Okay. Nem, ez tényleg rövid lesz. Egy hatalmas felfedezést tettem ma. Urak, hölgyeim. Forog a és föld, és nem lapos. Nem, leesünk a szélén. <laughs> Megmondta az Ildikó is, hogy a szélén leesünk, ne menjünk messzire. Hatalmas felfedezést tettem ma, időutazáson voltam, képzeljétek el, visszamentem, ugye Demjén Tibor a, a WHO felé, az egészségügyi világszervezet felé referál Magyarország felől, hogy hogy is tart ez a dohányzás visszaszorítása, és ezek az egyéb, most már nem, most már igazándiból nikotinfüggőség visszaszorítása elnézést, én nem kaptam meg a memót, hogy át kell írni a szövegeket. De hát a WHO felé referál, és hát a WHO-ról is tudjuk, hogy olyan okosságok jönnek tőlük, hogy az elektromos cigaretta ártalmasabb, mert nincsen benne fűszűrő, tehát teljes homály a WHO részéről, részéről is, de hogy ő így közvetlen összefonódásban van a WHO-val, utazgat, beszélget velük, iaj Tehát mondhatnánk azt is, hogy ő igazándiból a WHO-nak egy magyarországi helytartója ebből a szempontból. Na, hú, így nem leszek rövid, tömörebbre kell fognom magam. Időutazást tettem 1999-ben, azt is mondhatnám, hogy Charlie szereti mondani, elfogtunk egy dokumentumot. Találtam egy VH, hivatalos WHO dokumentumot 1999-ből, amely igazándiból egy ilyen oktató anyag az egészségügyi szakemberek számára, hogy hogyan tudnak hatékonyan részt venni a dohányzás elleni küzdelemben, a dohányzás visszaszorításában, milyen szempontok vannak, mik a prioritások, hogy mint, hogy mint. Nagyon durva élmény volt. Az a helyzet, srácok, hogy a WHO 1999-ben feketén-fehéren leírta, hogy sokkal-sokkal-sokkal fontosabb szempont az, hogy a felnőtt dohányzó lakosság vagy hagyja abba a dohányzást, vagy minél kevesebbet dohányozzon, mint az, hogy megelőzzük, hogy újabb emberek dohányozni kezdjenek, mert az újabb emberek dohányozni kezdenek, ezt megelőzzük, annak hosszú távon 40-50 év után vannak érezhető a lakosság egészségében pozitív változást okozó hatásai, míg sokkal gyorsabb, sokkal nagyobb sikereket lehet elérni akkor, hogyha arra fókuszálunk, és akkoriban még nem volt használatos ez a kifejezés, úgyhogy ki szó szerint nem mondják az ártalomcsökkentést, de alapvetően erre utalnak, hogy erre kellene fókuszálni. Állni, és ez a cél, hogy minél kevesebb ember dohányozzon, vagy hagyja abba a dohányzást. Na most én itt osztottam, szoroztam, egyrészt Demjén Tibor ennek a homlok egyenest ellenkezőjét mondta. Egészen brutálisan szembe ment és meghazudtolta a WHO prioritásait és iránymutatását ebben a kérdésben. A, a másik dolog, ami eszembe jutott, amit mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy mi a cél? Kevesebb ember dohányozzon, kevesebbet dohányozzon, és amennyiben van rá módja, hagyja abba tokkal, vonóval a dohányzás, szabaduljon meg a dohányfüsttől. Mit csinál az elektromos cigaretta használó? Kevesebbet dohányzik, megszabadítja magát a dohányfüsttől, és jó esetben többnyire általában abba is hagyja a dohányzás. Nem él többet dohánytermékkel. És akkor így megvilágosodtam. Srácok, 1999-ben a WHO megfogalmazta, hogy milyen célokat szeretne elérni. A 2010-es évek közepére ezt tőle teljesen függetlenül az elektromos cigaretta kvázi nulla forint közpénz felhasználásával megvalósította, elérte ezeket a célokat, és a WHO-nak és a kis barátainak ez föl se tűnt. <laughs> nem az, hogy föl se tűnt nekik, de itt van, megfogalmazták, hogy mit szeretnének, megvalósult, és most megpróbálják teljesen eltüntetni mindenhonnan, mintha nem is létezett volna. Ha? Mi van? Gyógyszerlobbi van, Krisztián. csak hát most a persze. Pfizer nem a izét nyomja már nem a viagrát, hanem majd most egész mást fog. Hát tudjuk, hogy mi van. Jaj, ezt még elfelejtettem mondani, és aztán tényleg többet nem mondok, hogy. Öröm olvasni az 1999-es dokumentumot, mert ott még Frankon nevén nevezik az összes problémát. Dohányzásnak hívják, nem nikotinfogyasztásnak, dohánytermékek, a dohánytermékek fogyasztása, dohányfüggőségről beszélnek, és nincs ez, a, ez az újmódi huncutság, hogy gyorsan az éjszaka leple alatt átírnak mindent, és holnaptól nikotinnak hívják, hát ha nem tűnik föl senkinek, hogy igazándiból itt a dohányfüstől kell megszabadulni, nem pedig a nikotintól. Egészem. Ezt a felfedezést tettem most látszik. Ebből is látszik, idő utazni megéri. Figyeld meg, a 2016 medvehagyvája a nikotin. hogy nekik. Hát igen, ezt látjuk. És pokolba visz minket az elektromos cigaretta egyébként. Mert a, nem tudom, azt megkattintottátok-e azt a MNO-s cikket, ami, ami hát nem szóról szóra, de a gondolatmenetét tekintve épít a mi múltkori adásunkra, tehát eh, hallgatnak minket. Mindenki minket, minket hallgat, ugye? Parlamentben, az országgyűlésben, az összes hírportál. Na, de hogy komolyra fordítsuk a szót, pont azt mondták, eh, amit eh, mi is, illetve azt eh, elemezgették itt, ugye eh, kitérve a cigarettára, a... Na jó, hát arra nem tudok mit mondani, hogy vízgőzt említenek, apró botlás, de a, hogy hogy számolják és hogy mérik ezt a, ezt a tulajdonképp csökkent a dohányosok száma, igen, bazd meg, mert mindenki a feketézni kezdett, és... Vagy elektromos cigarettázni. Vagy elektromos cigarettázni, igen, és és jönnek ugye az FDA-val, meg a a közintézmény parkok tömegközlekedési eszközöken ö, nem lehet szívni ezt a vízgőzös eszközt új fogalom vízgőzös eszköz és ö, hát ők az amerikai példával jönnek és a 90 nap alá, nálunk 180 nap ö, és azt mondja hogy ö, ezzel a momentummal amit most ö, Durva dolgokat csinált az FDA a nagyvizen túl. Az e-cigaretta amerikai kereskedelmi forgalmának a 99%-át tönkrevágja. És még meg is állapítják le, és írják. És amiről beszéltünk, hogy a kiskereskedőket a nem azt mondom, hogy a pultalók kiszolgálókat, hanem tényleg ezeket a kis manufaktúrákat, azokat, akik nem, nem az egész országot látják el 5000 boltal, hanem csak a, a, a lokális kis üzletüket, meg a webshopokat, azok gatya kabát ö, szögre, és aztán mehetnek akármit csinálni, csak nem ezt, amit éppen most csinálnak. És. Ö, és azt mondják, hogy az amerikai példa intő lehet, akár még Magyarország számára is, ahol nagyjából valami hasonlót vezet be a kormány május 20-tól, és akkor itt leírják, hogy, hogy mi a túró van, és amit még megfigyelhettek, hogy hogy egy picit még a gondolkozókat, akik bizonytalanok, azokkal is mi lesz most a, a, az örök labda, amit föl lehet dobni, 20 és 50 ezer forint közötti bírságra számíthatnak, és egy csomó embernek csak ez fog eljutni az agyáig, egy cigi 50 ezer. Nem, nem arról szól. Arról szól, hogy ahol nincs kijelölve, ott ezért megbüntethetnek. De ugyanúgy a cigaretta használókat is meg fogják ott büntetni, tehát nem megyünk le most már aluljáróba, nem szívhatjuk az aluljáróban azért, mert fönt esik a hó, én meg várom a barátomat, és addig hármat slukkolok, mert oda jön aztán majd válba vereget a közterületes, hogy már pedig ön tiltott helyen cigarettázott, nem cigarettáztam, elektromos cigarettázott, az dohányzás. Ö, meg kell venni a magyar nemzetet, 5. hó 18-a, benne van a teljes cikk egyébként, Szóval jönnek ezzel a, ezzel a nagy mumussal, amit most ö, így az egyszerű, nem akarok senkit megsérteni, de tényleg ez az egyszerűbb emberek nyelvére lefordítják, kurva sok pénzbe fog kerülni, ergo nem lesz ez jó. És, és ez fog megmaradni az emberekben, hogy ha te elektromos cigarettáz az 50 ezer forint lesz, lehet, csak nem ott, ahol nem lehet. Ennyi. Nem tudom, megfigyeltétek hát mi -e, volt a, el, bocsánat, a, bocsánat, mi volt a címe? Hát ezen ledobtam az égszíjat. A pokolba visz az elektromos cigaretta? Kérdőjel. Hát a faszom ki van ezekkel a címekkel. Tehát ennyire számítva, nem látom a hirdetéseket a kurva adblocker miatt. Ennyire számít? Komolyan? Hát a szenzáció valószás, természetesen. Ah. De, de egyébként a cikk az egy, Uh, valljuk be őszintén, tehát itt az utóbbi időkben olvasott cikkek közül talán az egyik legtárgyilagosabb uh, uh, hozzáállást uh, uh, hozza. Hát szerinten. csak vannak benne ezek a hatásvadász uh, szövege? Hát igen, igen. M melyikben nincsenek, Csárd? De <kül> itt azért így, így belegondoltam eb ennek a végébe, tehát hogy én, mint gyártó, Érted? Oda jön hozzám egy ellenőr, és azt mondja, hogy hát te itt elektromos cigarettáznak. Hát bazd meg, hát folyadékot gyártunk, hát ki kell próbálni. De nem lehet értsék meg, ez munkahely, 50 ezer forint. Nem, majd lesz neked, lesz neked, egy, egy likvid tesztelő sarok, tudod, úgy, úgy, kiléptél a bejáratnál, sárga vonal 5 méterre, és utána, majd ott a tüdőgyulladás miatt nem fog önni dolgozni a kollega, mert miért nem jött? lebetegedtem, főnök tesztel, nem kellett a cigit, és akkor mi van? hát tudod, kimentem, aztán egy kicsit égetett, mert ott meg hideg volt, mínusz öt fok, bementem, ott megfolyt a kazán, megint kimentem, ott már jó volt az íz, de visszamentem, egy kicsit még raktam bele abból az almából, kimentem, na, azt akkor kaptam. Fizesd a tébét utánam, te paraszt. Meg, tudod, így ezek a szituációk, tehát, hogy ezek belegondoltak, hogy hogy előveszel egy ilyen kis 5-10-es semmi szar készüléket, azt úgy gőzölsz bent, hogy közben egy deka ö, látvány ö, gőzel, nem hagyja a szádat, és akkor mi lesz, tehát hogy beront az ellenőr, mi ez a málna szag, Vagy, tehát mi? Hogy? Az a málna szagot jó, hogy mondod, mert egyébként én ma kim voltam, a, mindig kiárok ugye a lépcsőfordulóhoz, és, és ott azért, tehát ilyen nagyon le van zsilipelve nálunk a tűzvédelem miatt, de a lépcsőfordulóba szívtam, ami a fölfele lefele körülbelül hét emeletnyi lépcső. És szivogattam, visszamentem, és mostanában mióta már nem lehet annyira nyugodt, tehát ez egy másik lépcső, tudod, ez a, ilyen szerviz lépcső, vagy mi a tököm. Igen. És mióta nem mehetek ki oda, ahol az emberek Hát kimehetnék, csak ugye tudod, nem mertek szólni a kollégák, hogy őket zavarja. Mindegy nem megyek ki baz, meg békesség, mert egy kibaszott lelki nyugalom vagyok, és akkor szívom az emberektől elzártan, tudod, mikor jönnek, is, és elmennek mellettem olyan szégyenkezve nézek föl rájuk, ez is egy agyfasz. Ne haragudj, voz, meg, hogy itt szívom, ö, így elvonulva a világtól. Ez biztos valami illegális, tudod, mert félrevonultál, ja, ja, ja. majd hogy nem kokain. És visszamentem egy olyan két és fél három óra múlva és nyitottam, és melbevágott az a fincsi málna illat. Ó, ba. Mondom, gyerekek, ezt akarjátok betiltani, hogy rohadjatok meg. Ez az egyik. A másik meg, hogy, hogy, gondoljatok bele, hogy ezt már egy párszor talán kitértünk erre is, hogy mennyivel jobban termel az a cigar elektromos cigaretta használó, aki nem cigit ö, megy föl szívni a tetőre, három-négy emeletet megtéve, gyalog, mert tudott kell a mozgás, tehát azzal is megy az idő, hogy ez a, ez a cigarettázás, ez egy olyan 20-25 perc, hanem lent a munka légterében szívsz kettőt, hármat bele, aztán kész. De most már én is ezt fogom csinálni, és mit fogok ezzel elérni, hogy euh, cigaret, dohányosként fognak kezelni, euh, nem azt mondom, hogy Ferdeszemmel néznek rám, de, de tudod, ő az, aki mindig kijár dohányozni, nem dohányozni, bazd meg, elektromos cigarettázni, ti küldetek oda ki, ti küldetek oda ki, és akkor én mit, fogok, mit, nem fogok csinálni, míg az elektromos cigarettámat szívom? Nem fogom termelni, bazd meg, a kibaszott... A GDP-t. Igen, igen. Aztán majd nem teljesült az ebidda. Hát az nem, mert éppen elcigit szívtam 5 méterre a tetőtéri dohányzó ajtajától. Sőt, nem 5 méterre, mert ott a cigisek vannak, én majd kiállok az esőre, bazmeg, meg, és ott szívom, hogy legalább az ő füstjüket ne szívjam. Tehát, és majd az lesz, hogy a leépítés van, hát figyelj, vegyük már előre a cigiseket, tudod, akik mindig feljárnak a tetőre. Hát akkor majd én is beleesek a pakliba. Szóval most már nem tudom azt megcsinálni, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a, -a, -a gőztől jönnek az ötletek, hanem hogy szívsz kettőt, hármat, az jó van. Mert egy csomószor van az, hogy kimegyek így a lépcsőfordulóba, és két perc nincs az egész. Csak úgy, úgy mégis tudod valamit szívjál. Most majd neked is benne lesz ez a. Ez a Tényleg óránként én is meg fogom perc, csinálni ső. az óránként 10 percet. Majd be a telefonom, vagy a tudod, ez a mozgásérzékelő, úgy is kell a mozgás, pittyeg, fölállok, kaszát, kapát eldobok, kinyomom a telefonomat, az fölmegyek, relax, kész. De ez kell, de ez, ez kimut ugye sokszor beszéltünk először, hogy ez pénzben kimutatható veszteség a cégnek, nem csak az én cégemnek, hát gondolj bele, hogy hányan dohányoznak, és azok mikor csapatostól vonulnak föl cigizni, brainstormingolni, bocsánat, mert ott, ott se tud kikapcsolni a menedzser, ott mindig valami valami nagyon-nagyon olyan, olyan dologról kell beszélni, hogy ó, oh, nem tudok, még itt se, csak a cég, csak a cég. Szóval, ez így elbasz. Tudjátok, mi jutott még eszembe erről? Ezen a felén annyira nem is gondolkoztam el, hogy így a dohányzó helyekre száműzik az embereket, hogy mi lesz a kettős használókkal, akik még kettős használaton tengődnek. Oda mennek, bele a füstbe, büdösek lesznek, körülöttük mindenki dohányzik, a bal zsebébe, a staub, a jobb zsebébe a, a, az ECG. Mi, mi fog átfutni a fején? Itt vagyok, már úgyis büdös leszek, nem mindegy, akkor rágyújtok. Egyébként, csak hogy a szaglásra egy picit ö, reflektálhassak, míg cigiztem, mindig én voltam, hozzáteszem, jogosan basztatva, hogy büdös cigiszagon van. Eljött az a pillanat, hogy a feleségem se dohányzik, és érdekes mód, az irodájában sincs olyan tevékenység, ami füstel, cigarettával, bármivel járna. Olyan szar a szellőző rendszer abban a házban, hogy ö, nem tudom valahogy úgy alakul, hogyha ő lejön a lépcsőházból, a kabátja ott lóg bent a lakásban végig, lejön, beül a kocsiba, a hitvesi csókot megkapom, és a következő mondatom az lesz, hogy nem te, hanem a kabátod büdös cigiszagú. Valahonnan az épületből egy kis százas csövön úgy szivárok, de csak a szag, nem a füst, meg semmi, és és annyit javul az ember szaglása, hogy ezt is megérzi. Magyarázzátok már meg nekem, hogy ez rossz. Hát próbáljátok meg. Ö, mint a nyuszika. Értékelem, csak leszarom. <laughs> szóval ö, hm. Hú, gyerekek, pörg, pörögjünk, mert egy óra 58 a nyert. Hát Na jó, hát még, még ebből úgyis Magdosok, meg Lackó Attila. Szóval, ö, az a kemény, hogy ez most jutott eszembe egyébként, hogy hogy csak ránézek a naptára is, és, és egy picit azért legyünk hát nem drámaiak, nem szomorúak, de srácok, so, hát nem azt mondom, hogy sok év után, de nem egy éve, két éve, nem tudom hány éve csináljuk ezt a podcastet, de ez a, az el, első olyan jelentős mérföldkő, amiről nem mi tehetünk, ez az utolsó olyan adás, ami úgy hangzik el, hogy Legálisan bárhol az ember elektromos cigarettát használhatna, ahol a jó ízlés nem sérti. És nem dohányosként tekintenek ránk, mert az is benne van, hogy ezután te is csak egy leszel a dohányosok közül, akik óránként egyszer kimennek cigizni. Cigizni. Agyrém. Azt majd valami állásfoglalást kell kérnünk, hogy podcast közben elektromos -e cigarettázhatok-e a saját. Tudod, tud, mi jut erről eszembe, amikor a, a rabbihoz oda megy a, a zsidógyerek, hogy uh, rabbi, van egy súlyos problémám. mi az, fiam? Hogy lehet-e a WC-n a tórát olvasni? Fú, fiam, hát, uh, hát így, uh, így. Uh, azt gondolom, hogy nem. Jó, gyerek, gondolkozik, oda megy egy másik rabbihoz. Rabbi, lehet-e olyat csinálni, hogy olvasom a tórát, és közben elmegyek a WC-re, és elvégzem a dolgom, de nem akarom abba hagyni a tóra olvasását. Hát fiam, a tórát bárhol lehet olvasni. Érted? Igen. Tehát, hogy a, a, a megközelítés ugyanazt a dolgot csinálod, csak nem mindegy, hogy melyik ö, oldalról közelíted meg. Úgyhogy szerintem azt mondom, hogy lehet podcastelés közben ö, gőzölni. Pláne egy gőzös Akkor podcastben. Azt válaszoljátok meg nekem, mert én aztán most a 22-es csapdájában vagyok. Én ugye otthon dolgozom. Ezt akartam mondani, hogy én is. Na most mi lesz? A munkahelyeden dohányzol. Vajon jogsértést követek-e el, ha nem jelentem föl magam, <laughs> hogy munkavégzés végzés közben a munka Krisztián. Helyen... Önfeljelentést ah, kérek tőled. Krisztián, az figyeljétek meg, az előbb-utóbb Gandhi nyomdokaiba fog lépni, én már látom. A egy reinkarnálódik egy macska vagy mire Nem, mondod? nem, nem, tehát ez a... Uh, hogy hívta ez Gandhi? -a? Oda, ők ők oda mentek a rendőrök elé, hogy, hogy üssék, ez az erőszak nélküli ellenállás meg. Ja, ja, ja. Krisztiánban már többször, figyeljetek ez az önfőjelentős, de ez már többször szóba került egyébként, tehát nem ez az első eset, hogy beszél róla, szerintem így álmodik is vele. <kül> <kül> Igen? Hát ez az életcélom, hogy... <kül> Jaj, fiúk! Lezárjuk a blokkot? Most olyan fölpörgött hangulatban voltam, de most így ez a lezárás egy kicsit elkedve Lehúztunk a Mert botba. tényleg, olyanok leszünk ezzel az adással most, mint, mint egy idő időkapszula, az utolsó üzenet a, 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 a még a szabad elektromos cigarettázással megáldott Magyarországról. Figyelj, mert az, föl... az, 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 az azért megvan, el. hogy tíz év múlva majd az esetleges gyermekeiteknek, majd így, amikor és Milyen volt apa, amikor még lehetett így bárhol szívni elektromos cigarettát, és akkor így fölcsillan a szemed, és hát képzeld el, hogy beültünk valahova, és kitettem az asztalra, és akkor mindenki nézte, és mindenki érezte a mána illatot körülöttem, hát ezt el nem tudom mondani, hogy milyen volt, és Láttam a szemünkben. Nem, tudod, ez a, ez a távolba, távolba révedő tekintet, egy könycsepp így el, lecsordul, és... Így, mint a filmekben ilyenkor, tudod, hogy egy kicsit a hullámos fédelés, és akkor utána egy egy kép a múltból, ahogy mondjuk ültünk valami sörözőben, és kóstolgatjuk egymás dripperéből, az Azt meg a film, amit könnyen megoldják filmes eszközökkel, mert egy kibaszott tejüveget föltesznek a kamera elé. <suk> De a már filmes eszközök, ö, csapjunk vidámabb sorozat témákra, mert van egy pár ö, újdonság. Yes. Csapjunk. Földoblak téged mújó, mert ö, bár egy kicsit lapos volt nekem már a vége felé, viszont egy hatalmas, nagy visszatérés lesz ö, az idén, a Prison Break. Folytatják. Beszarás. Ezt én is olvastam, én nem néztem az eredetit egyébként, mert akkor még nem kimondottan sorozatoztam, viszont ugye a következő sorban ott van egy másik sorozat, ami kedvet csinálta két mukihoz nekem. Hát az, az, az kurva nagy volt, az meg, hogy így, nem mondom, valami kell, most már meledaráltam mindent, és még, még, azért van, van annyi szabad időm, amennyi nincs, de van annyi, hogy éjszakára kell valami néha, Na és akkor mit lássak, mit lássak, és a, most akkor menjünk rá a képregény vonalra, és ö, utána néztem DC's Legends of Tomorrow sorozatának, magyarul nem tudom, mi a címe. És a legszebb, hogy a Prison Breakből a Schofield, és a hú, hogy hívták a testvérét. Nem tudom. De mind a ketten játszanak, és ö, egy egy rossz útra siklott, nem testvérpár, hanem egy ilyen, mit tudom is, én bandába vannak, és akkor ők ketten rabolgatnak, meg lopnak innen-onnan. És természetesen komiks, tehát képregényből jönnek a karakterek, és vannak, és ezért mozgatta meg a fantáziámat, hogy lesznek érdekes áthallások nem DC-s sorozat ősökkel, például és voltak is basszus, és nem jut eszembe, pedig még, még, még megcsapkodtam a térdemet is, hogy mekkora Prison Break beszólás, és valami visszautalás volt ott a két szereplő között az egyik epizódba. Igen, ó, várjál, melyik volt? Hú, nem tudom, de az én is fölkaptam rá a fejem, és és azt Na, hiszem, Valami hogy... ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan, hogy már megint egy rohadt börtönből kell, hogy kiszedjelek mi. Vagy igen, 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 igen mikor, mikor rájuk esett a rács. Igen, 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 és akkor ott a fiatalabbik srác volt benne a, aki a Schofield volt, ugye. És aztán, 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 mi volt még benne? Érdekes ö, ö, áthallások. Volt benne egy kis ö, mondd már mi az Isten az Agents of S.H.I.E.L.D. is talán? De, de, mindenképp olyan sorozat, hogy ez már nagyon mese, de mégis, mégis jó pofa, és, és ezt betettem, nem tartok még sokna három-négy részt néztem meg, de, de legalább van valami, amit lehet darálni. Aztán... Igen, ügyesen egyensúlyoz a sorozat a bugyutaság és a bájosság <laughs> kényes határán, de, de, többnyire az én aranyosság pont aranyosság ezeket bájosság a felé. Én, én, ezeket a, tudod, mikor úgy repülnek az emberek, és úgy szállnak le, hogy, hogy egyik lába másik sarka fölemelve. Én nem szeretem az ilyen típusú szállogatós embereket. Ebbe is van olyan, meg ez a négyezer éve vagyunk egymáséi, újjászületünk mindig egymáséi vagyunk, és akkor a tököm tudja. Szóval van benne ilyen is, de azokon ha viszonylag hamar túl tudtam magam tenni. aztán mi van még? Nem tudom, hogy a másik háromból te valamit nézel? Mm, egyiket sem. Nem. Aha. Jó, akkor érdekes lesz a. a... Szerintem ebből is van olyan, amit, ami, ami érdeklődésre tarthat számot, elsősorban nekem az Outcast az, ami ilyen, de de még ott van a, a, az American Crime Story, ez az OJ Simpson ügy ö, lesz egy kicsit átdolgozva, megdolgozva, feldolgozva, és anyám kínja. Uh, úgyhogy úgyhogy ez a, ez a kettő, az amit én nagyon várok. És uh, aki meg magyarul akarja nézni, talán még a, a fú, az OG Simpsonos, az a foxon is fog uh, menni. A, az outcast az pedig a, a bensinek lesz az utódja. A bensi az meg hamarosan sajnos teljesen véget ér, úgyhogy uh, úgyhogy uh, az gatya. Annyit kell még róla tudni, hogy az outcast ö, a az írója ö, pont az, aki, aki mondjad már, hogy a Walking dead kiírta. Ezt te tudod mindig fejből, nem oh, én. hát várj, Rátonyi Robert. Az az, Robert Kirkman. Ö, szóval ő írja ta, és és azt mondja, hogy valami fiatal ember keres kérdéseket és válasz, a válaszaira a kérdéseket. Szóval uh, Outcast. Outcast jegyezzétek meg. A, a, másik, a Norman Reedust, azt pedig te raktad be, de, de az engem is érdekelni fog szerintem. Most ez az a sorozatára gondolsz, ami... Azt én nem emlékszem, hogy én raktam volna be. Nem? Mert nem én egyet beraktam, vagyis hát ö, az tulajdonképpen nem olyan sorozat, hanem talán a discovery vagy a tököm tudja már milyen ilyen hanem azt mondom, hogy biológiai csatornán, de ez a, ez a, lifestyle csatornán megy, hogy Norman Reedus körbe motorozza ö, a, az államokat, és ott mindenféle motoros bandákhoz csatlakozik, akkor ott beszélget a történetükről, a történelmükről, és így járja be az államok érdekesebb területeit, úgyhogy ez is elindult már, de azt még nem tudtam betárazni, mert ugye ő egyébként, meg azt lehet, hogy nem sokan tudják, hogy ő azért ül egyébként motoron, ő egy rohadt nagy mo motorfan egyébként, és, és ezért forgatják szerintem most vele ezt a filmet, azt írják egyébként a usmagazine.com-on, hogy nincs zombi, nem probléma. Norman Reedus and uh, Steven Jan, aha, a, hú, hogy hívják a kis kínait? Igen, ő. Na mindegy, ö, ők azok, akik ö, az első részben például szerepelni fognak, ö, motorkerékpáron és akció közben. És most elő tudod, mi jutott eszembe? Nem a Na. motorkerékpárról, hanem hogy volt egy sorozat, amit, amit, amit betettünk a tárba, ott valami erdőből bemenegettek az emberek a városba, és kvadokkal mászkáltak, és az opi volt benne az egyik szereplő. Jó Istenem, nagyon nem rémlik. Az meg! Pedig kurva jó volt. Na hát azt vissza kell túrni akkor, hogy az mi a fasz volt. Vagy aki tudja esetleg, az kommentben legyen szíves megmondani nekünk, mert nem tudom már, hogy mi az anyám volt az. Úgyhogy úgyhogy ez lesz a, amit még nem írtam föl, az a Fear the Walking Dead, amit gondolom még mindig nem nézel. Nem hát. Zseniál, pedig pedig most már férfi-férfi csók is volt benne, tehát ezt már nem tudod durvábra venni. Úristen. Na, az őt érdeklő témánál fölkapta a fejét. Úrist, ez, ez, egy ilyen, hogy mondják ezt? Ez egy ilyen látens úristen volt. Úristen, és ez gyorsan Ott egy már ilyen keresi. pici kimaradásom újraindítottam a gépet. Aha. Jó, tehát akkor a audiósávod is megállt? A lementettem, mielőtt újraindítottam. Ja, jó van, és most elindítottad? Igen. Cica pipa. <laughs> Cica pipa. <laughs> Zsír. Úgyhogy Részemről a sorozat ennyi, aztán, hogyha van még valamit, akkor dobjad. Várom, uh -huh. Nekem csinál. most nincsen sorozat témában. Jó, fifika. Ha csak az nem, hogy a a úgy döntöttek, hogy hogy mégsem lesz értelme folytatni a sorozatot a főszereplő Stannyakkal. Igen, igen, mérkül, igen, olvastam. Úgyhogy kasza lesz a Kászló, élvezétek ki az utolsó epizódokat, amennyire tudjátok. Ja, meg hát az, az, az nem csak ez volt, hanem ott, ott rengeteg sorozatot elkaszáltak múlt héten, tehát 13-at, 14-et. De a többi nem érdekelt, hát, ez, ez fáj. Persze, De. jó, csak mondom, hogy ott, ott nem csak ez ment a levesbe. De Fifika közben, miközben beszéltem, illetve belebeszéltem Fifikának sorozatokról akart beszélni, hallottam. A trónok harca, hát mi, mi, nem is tudom, hogy mindig elfelejtkeztek róla. Nem is nézitek, fogadjunk. Nem. Hogyne, hogyne, Hogy hogyne nézünk. Na, Krisztián, végre. vagyok. Hát, nekem van egy olyan sanda hogy ezt a havas gyöngyereket előbb-utóbb elkaszálják benne. Hát most a... hozták vissza a halából. igen, Épp de... ezért lenne váratlan a halála. De, Újra. De ezért lesz váratlan a halála. Egy. Kettő, hogy azért a... A, a, hogy hívják a lányt, a Stark lányt, a legfiatalabbat, akinek nincs neve. Igen, igen, igen. A, hát nincs neve, a, pont jól mondtam. Igen. No igen, tehát Az is egy ilyen érdekes mert Nem mellesleg ugye most már nincs mire támaszkodni, mert hogy nincs könyv. Tehát a Trónok a Harc most azért... A sorozat azért lesz érdekes, mert én úgy tudom, hogy csak konzultálnak az íróval a főbb részeket tekintve, bár eddig is néhol nagyon el tudtak hajolni a, az eredeti regénytől, de de érdekes, érdekes, engem ami zavar egyébként, nem tudom, ez téged szíven ütötte, hogy honnan a büdös picsából szedték elő ezt a vallási vezetőt, aki nem is tudom, négy szérián keresztül érted, még a nevét se hallottad. Most meg porbaláz minden királyt, meg, meg rokont, meg, meg, mindenkit maga kerül. Nem tudom, hogy ezt honnan akasztották le, ott üldögélt a piac a kipasz és Értem. onnan került a figyelem középpontjába, de nagyon megvannak már számlával a napjai, igen, 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 igen. igen. És hát a, a, a sárkányok anyja, aki azt nem tudom, hogy tudod de egyébként, hogy csak úgy vállalta tovább a szereplést, hogy nem lesz egyetlen egy mesztelen jelenet erre a harmadik részbe. Totál levet közök a tűzből. Adott egy pofont a szaldnak. Na, szóval jó, jó, szerintem, bár, bár mostanában az kell, hogy mondjam erre a, a trónok harcára, és hogy nézed, nézed, aztán Na, bassza, meg, megint elment egy rész, úgyhogy gyakorlatilag csak így csöpögtettek egy-két dolgot, azt várhatjuk a következő hetet. <kül> nekem az előző még mindig során is. Nekem is tetszik, de nem tudnám megmondani, hogy miért. Mert ugye bennem is megfogalmazódott már az előző évadok alapján, és hogy bevillantanak valamit az első epizódba, utána várod, hogy nem milyen izgalmas lesz az évad, és aztán semmi nem történik egész évad alatt, és az évad végén valamit előrébb léptetik egy milliméterrel azt a történetszállat, amit igazából vál volna, hogy kibontsanak. Tehát ugye arra várunk már iszonyú régóta, hogy, hogy gyakorlatilag elkezdődjön az igazi harca királyság, a trónér. Mert én azért... nem, én arra a sárkányok, a jégzombik ellen orvasszájba és De te figyelj, ha ezt össze fogják csapni két részbe, akkor leköpöm őket, komolyan. Hogy tényleg olyan lesz, mint a Sannara krónika volt. <laughs> mentünk, mentünk, nagyon lassan. És akkor egyszer hirtelen minden megoldódott. Visszatérve a Robert Kirkman-re, nem tudom, azt mondtam az adás elején, hogy, hogy mit nyilatkozott? Ma nyilatkozta le. Ezek szerint Há, nem, mit? mondtam. Hogy nem ő... tud eleget az elektromos szigarettáról? Se, az se. Meg azt mondta, hogy, hogy tehát ez a, ez az igazi tróger, mikor azt mondja, tudod, hogy fejbe fejben már tudom, hogy mi lesz a Walking Deadnek a vége. Ö, de nem árulom el, meg még nagyon messze van. <laughs> hát kérlek szépen dugd föl análisan, és ne tegyél hozzá vazelint se, se. Szóval, hát utálom az ilyen írókat. Fejbe már tudja, mi lesz a vége. Picsába. Na, fiúk, ö, 2017, és még vágok egy picit belőle. Viszont most a kultúrában kicsit forma bontanék, ugyanis ö, nem digitális anyag, hanem kicsit visszamegyünk ö, akusztikba. A könyves blogról szedtem egy kurva jó kis ö, sztorinak ígérkezik. Post-apokaliptikus. Közel 700 oldal, tehát ö, Hívhatjuk nyugodtan gigaregénynek. A címe egyébként a Blackout, Mark Ellsberg jegyzi, és a magyar címe az, hogy holnap már túl késő, 5000 forint a Bookline-on és tulajdonképp arról szól, ami... Hát a mi életünkben még emlékszünk rá, hogy volt egy baromi nagy, több napig tartó áramszünet, azt hiszem, hogy a keleti parton. Uh -huh. igen. Ami, igen. Ami után baby boom volt, igen. Igen, igen, igen. Na, most ez van, csak csak hirtelen kialszanak az utcai fények, közlekedési jelzőlámpák kakuk, és... Elmegy az internet. Mentőt akarsz hívni, de nincs térerő. Internetezni, de nincs internet. Megbénul a kommunikáció, a kormányzati létesítmények, a Saját áramfejlesztőiknek köszönhetően ugye még tudnak uh, működni, de nem tudsz fölvenni pénzt a bankból, összeömlik a kórházi ellátás. Na, és ezt taglalja, mikor már a, a. Mi az Isten az, ahol van? Az állatkertből elkoborolt állatokat vadásszák az emberek. Na, ilyenek, és uh, és kurva érdekes uh, sztorinak ígérkezik, úgyhogy szerintem ezt be fogom szerezni papíron, és meg fogom jól olvasni. Ne szégyed magad emiatt, Charlie, ahogy mondják, ugyebár a könyv az ember legjobb kutyája. E, csak én, én ilyen Kindle fan, vagy Kindle használó vagyok inkább, tehát én szeretem nem otthagyni a biológiai lábnyomom ö, ilyen szempontból, bár igen, mindenféleképpen megvan a feelingja a szaglásnak is olvasás közben, amikor a lapokba beleszagolsz, de tök jó érzés. Erre... Erre ma hallottam egy nagyon jó domát, hogy ö, olvasni olyan, mint úgy elutazni, hogy nem mész sehová. Hát igen, igen, igen gyakorlatilag. Nagyon jó torna egyébként. És megint elővettem a, a régi rejtő sorozataimat is, pont ezért. Ö, és most döbbentem meg, hogy az meg ezek kurva rövidek végigolvassa az ember másfél-két óra alatt kötetenként a és nagyon jók a, a sztorik, a cirkálok, a, a gegek. De most akkor egy ilyen 700-asnak neki repülünk, mert uh, hiányzanak már a betűk. Úgyhogy ezt tenném a kultúrába. Hát videóban meg mi a túrót rakjunk? Szerintem rakjuk be valamelyik örökérvényű, tegyük be Ildikót, mert most szép volt. Már magához. Oh, hát micsoda úriember vagy te, Charlie. Sőt, figyelj, akkor a hatalmunk van, betehetjük a videóba mindkettőt. Na, durvulunk mi? Durvulunk. Ja, úgyhogy én ezt javaslom, meg azt, hogy húzzuk be a kertkaput, mert 2 óra 21 percnél jár. Olvasói kérdések? Olvasói kérdések. Köszönöm szépen, hogy itt rávilágít az adás közben, hogy miről feledkezek még meg és akkor megint egy ilyen három és fél órás giga eposz lesz ebből. Ez rosszabb már, mint a Ben Hur, lassan, de most ki fogom gyorsan nullázni a... Ő itt elek. Elek tud értelmes kérdést küldeni a podcast adáshoz. Nem csak az unásig ismételt kérdéseket szajkózza. Legyél te is elek, kérdez értelmeset. Oké. Okay. Milyen módszerre mutatták ki a kilégzett párában található nikotint? gázkromatográf kimutatná, de a spanyoloknak se sikerült már 30 centire a delikvens arcától se. Ö, aztán az hülyeség. Na, szóval ennyi volt az olvasó kérdések, szerintetek, de... Köszönjük szépen. szerintetek Demjén alkoholfész Tibike hányszor az anyukáját per nap, illetve how much is the fish? Na, most erre tényleg mit mondjak? Várjál? Ja igen, ó, még egy érdekes téma, ennek még szentelek kettő percet. Dávid Szabolcs, sziasztok, Kaifun V5-ről mit gondoltok? Eddig ez a koncepció tetszik a legjobban, van egy klón mini v 3 és teljesen korrekt kis kazán, leszámítva a két millis kapacitás. Szerintem az ára sem vészes, például a Kaifun V4-hez képest. Na, nem tudom, láttátok-e? Én nem, én csak a bejelentés fotóját láttam, de nem. nem. Aha, van róla... Ö teaser videó is, meg már használós videó is. Én azt mondanám, hogy jó van, jó van, inkább legyen Kaifun 4.5, vagy 4.6, de most mondjuk szerintem nincs benne 53 alkatrész, csak 42. A levegő állítása kicsit olyan, olyan mint a az űrruhákat, mikor összecsatlakoztatod, tudod a legénységgel, és akkor így picit megemeled, elfordítod, visszanyomod, megemeled, elfordítod, visszanyomod. Viszont megvan az az élménye, hogy nem ilyen hülyeség úgy is meghatározzák egyébként a lyuk méreteket, hogy 1,8, 2,4, 3,2, hanem odaírják, és valami analógiát követtek, azt mondták, hogy ennek a luknak a legkisebbnek akkora a mérete, mint a Kaifun Mini V2, és így írják. Kaifun Mini V2 Look. A másik, az a Kaifun tököm tudja micsoda. A következő Kaifun V4, a következő pedig a Full Air Flow. Tehát ö, egy ilyen újítás is van benne, természetesen a mai trendeket követve fe, hát ezt ők is csinálták már azelőtt, nem újdonság felülről töltős, egyszerűbb ö, szétszedni, mint az előzőt, mert itt a a felső záró elem és a drip csatlakozó is egy elemként lejön, illetve bár szerintem az csak egy ilyen tudatmódosító, hogy a végén teflon van, egy menetes teflon van a dripbe betekerve, de az körülbelül olyan 3-4 mm hosszú, tehát pont semmire nem jó. Viszont kíváncsian várom, hogy lesz-e a feszten, mert akkor még az is előfordulhat, hogy veszünk egyet mújó pénzéből, vagy valami. <hül> no persze. Hát figyelj, vagy két napra megyünk, vagy veszünk egy ilyet. Hm? Nem. Hallgatás, beleegyezés. Nem. Nem. Jó, nem. Mondta, ezt majd, hogy nem. Ezt majd demokratikusan megszavazzuk. Fifika? Hát persze, hogy veszünk egyet mújó pénzéből. Jó, de Két, és nap. két napra megyünk. Ó, right, én is azt mondom, két nap mújó, Hát ez buktad. Egy vagy, nap, vagy, jössz egy nap és nem veszek nektek semmit. Hát ez, ez, nem az a film. Ez nem az a film. Ilyen opció nem létezik. Ja, és akkor ugye nem is voltunk köcsögök, hogy mindegyikünknek egyet-egyet, csak egyet vegyé. Mert úriember nem csibész. Jó, ezt megbeszéljük még akkor, hogy hogy legyen, mint legyen, meg hát mit tudom is én. Az, amit megírtam nektek ott a mi zárt kőműves páholyunkban, Fifika, azt olvasd meg, mert jó lenne pontot tenni a végére, hogy egyen hacukában mehessünk a, a szeánszra. Jó? Jó. Akkor köszönjünk el. Örülök, hogy itt voltatok. Adás után ne tegyétek le, mert érdekes dolgot fogok nektek mondani. Ildikóról. Jó volt velünk. Mindjárt megyek Ildikó, sziaztok. várják. Szevasztok. Na most tényleg elköszönünk? Nem, baszd meg. Mondjuk. Köszi, sziasztok. Hát akkor sziasztok a vég szabad elektromos cigarettázó Magyarországról. Lesz még ilyen. És akkor itt legyen a vége? Igen. Sziasztok. Sziasztok. Köszi.